Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 15 perccel egy újabb hetet kezdünk, szép reggelt mindenkinek egy jó kis avancsi után. Ha vannak dolgok, amik nem változnak. Hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Avancsi még mindig nem tette le a pendrive-ot, úgyhogy... Változhatna is, de hát... Igen, de egyelőre nem. Vannak dolgok, amik Ő az emlékeiből is el fog éldegélni addig, amíg vissza nem tér. Egy jó kis... Egy 4.0-as pendrive-ot. Egy 4.0-as pendrive-ot, így van, Avancsi. Avancsi nem lehet elküldeni. Nyugdíjban. Na, mi újság van? Mindenkivel minden oké? Minden szuper. Hát ilyen szörnyű idő tegnap. Borzalmas. Az borzalom volt. Strandfürdőbe mentünk, érlek szépen, mert Velencén voltunk. Strandfürdőbe ellátogattunk, a két gyerekkel voltam, mert anya szabadnapot kapott, és még ott két srácot összeszedtem. A legszebb, amikor ott jut eszedbe, hogy beléptél, befizetted a belépőt, karszalag föltéve, gyerekek, megyünk, tényleg. Strand, a felállás az, hogy a két szomszéd srác, Soma én, és egy főhölgy, a Panna. Hogy ott állsz a két öltöző előtt, és akkor eszedbe jut, hogy... Hova menjél? Hát, kivel öltözzél? A lányod pont ott van, hogy már nem viheted be a fiúkhoz, ugye? Igen. Hát ott azért egy lengőtek elvonul, akkor kicsit meglepődik. A gyerek megáll a nőbésben. Te nem mehetsz be a nőibe. Ráadásul magasságban. Pontosan. Te nem mehetsz be a nőibe. Apa, miért harangoznak? Te nem mehetsz be a nőibe. Olyan a beléptető rendszer, hogy úgy találod meg az öltöző szekrényedet, hogy a kis karszalagodat odaérinted egy leolvasóhoz, és akkor az... Hát mit tudom, nekem újdonság volt, érted? Kiírja, hogy 105-ös. És nem működik, de nagyon mutatós. De nagyon, ott minden. Pöpet 105-ös, és akkor megkeresi a gyerek. Bemegy a gyerek, fölraki a kezét. Apa, nem látom magasan, mondom, meg keressél már valakit, ott csak van egy, hogy hívják, sehol senki, akkor pont a női öltöző. Csak átbeszéltél a fala hozzá addig, vagy hogy? Nyitva volt az ajtó. Ajtó? Na, akkor ez nem sikerült leolvasni, mondom, oké, ha megvan, akkor keresd meg a szekrényt. Nyilván nem tudta. Bekiabálok, mondom, van vesztelen az öltözőben, mert bejönnék. Igen, van, akkor megyek. Akkor megyek, és hát pont ez volt a válasz, hogy jaj, dehogy bejöjjön, fiatal ember! És egyébként érdekes volt, mert a hölgy az egy kabinban volt bent. Hát mondom, mit látsz? Hát nem látsz semmit. Látok, de csak bent van a lányom, hogy segítenék neki. Na, és akkor bekommandoztam magam, leolvastam, megmutattam neki, mondom, na kislányom, akkor itt tudsz bemenni a medencetérbe, ott fogunk találkozni. A srácokat átöltöztettem, kimegyek. Egy perc. Hát mondom, nyilván öltözik a nőknek, ez tovább tart, még ha 7 évesek, akkor is. 2 perc, 5 perc, 8 perc, már tudod milyen, az nincs meg a gyereked. És tudod, igen, hogy gyakorlatilag... Lehet, csak bemegy az ember akkor. Na, persze. Akkor elkezdek kopogni, kinyitja egy anyuka az ajtót, mondom, ne haragudjon, egy ilyen forma kislányt keresek, azt mondja, itt nincs senki. Hát mondom, az nem szexi. Ott kész. Jó, a három sráccal itt magátok az oszlopnál. Senki nem mozdul el. Akkor már üvölt. Hát figyelj, akkor már olyan ideges vagy, plusz két ugye szomszéd fiú, akiket az apja rám bízott. Mondom, itt senki nem mozdul, menesében nem is, nem is semmihez, nem észre senkivel. Kirohansz át a másik, és szegény panyesz a folyosó oldali ajtónál ment ki, mert azt hitte, hogy ott kell találkozni. És akkor már bekeveredett a fürdőbe, nem? Nem, pont a másik oldal, ahol bejöttünk. Ugye a fürdőnél vártuk, és másik oldalon ott volt. Mondom, édes kicsi. És most hát apa, azt hittem, hogy most semmi baj, meg vagyunk, menjünk fürdeni. Hát. Erre eltűntek a gyerekek. Oh. Igen, azt igen, erre nincs biztos, hogy nagyon most már elég, menjünk haza. Igen. Hol vannak a fiúk? És egy elborult alma, egy fél szendvics, egy leped, egy fürdőleped, és tudod, a gyerekek hol vannak? Fél papucs. Fél papucs. De ez fedett? Ez ilyen fedett fürdő? Persze, benti állt. Sokan voltak, nem? Képzeld el, nem. Nem? Szerintem az volt, hogy senki nem indult el, mert egyébként olyan viharos szél volt, hogy mindenki ott maradt. Na, hogy senki nem mert elindulni. Ideális program. Én is izgultam, de valamit kell kezdeni a srácokkal. A bringatúrát javasoltam elsőre. De... Jó ez nagyon jó. Hát az igen, és most bringára föl, apa, 6 fok van, szakadás, akkor bukós is egy igen. Mondjuk egyik irányban nagyon gyorsan mész a tókörnél, igen. A másik irányban azért ott lett volna. Hát és képzeld, hogy nálam minden alkalommal ez van. Bemegyek, nem látom a szekrényszámot, be kell jönnie Móninak.
Már menne sztrát férfi? Igen, van. Ja, akkor jövetkünk. Kivetesen, egyébként én tegnap szerettem valamiért ezt az időt. Nem tudom, már annyi szabadtéri programunk volt, meg állandóan annyira jövünk megyünk, hogy kicsit úgy voltam, mint a Csabi, hogy jó volt egy napot így. Úgy otthon lenni, mert ugye ha jó idő van, akkor furda a lelkiismeret, hogy otthon vagy. Mert akkor kéne valamit csinálni, jó idő van, miért nem megyünk el valahova. Itt ülünk a rohadt életben, lemaradunk valamiről, de ha rossz idő van, akkor egy ilyen legális otthonmaradás van, és tudod arra fogni, hogy rossz idő van. És nincsen ilyen fura lelkiismeret furdulást, hogy miért otthon. Meg legalább be tudok gyógyulni a sebeid az előző bográcsozásban. Az meg a másik, igen. Igen. Szóval még elmentem sportolni egyet, és vasárnap teljesen legálisan otthon lehetett egész nap lenni, és annyira jól esett így az elmúlt hétvégék után, amikor is tényleg állandóan vonulunk, meg hozzánk jönnek, meg sütünk, főzünk, hogy így nincs lelkiismeret furdalásod, hogy otthon vagy. Csak mert a rossz idő igazolja. Tessék? A gyerekek bírták? Nehezebb. Ugye ilyenkor mindig ők igen, én bírtam őket nehezebb. Ja. Ők jól bírtak minket. De szerencsére, utána a garázsba kizártam őket, onnantól kezdve. Nehéz, a kicsivel maga... nehéz, mert a kicsi menne, ő ordít, igen, szóval úgy nehéz. De nem érti még meg. Ő nagyon menne, persze, de valahogy... Tudod, hány kilométeres szél van, ki tudod, honnan tudnád, mit tudsz te még azért? De kizártam esztelenül egy fél órára, és akkor rájött, hogy nagyon ideg van. Visszaengedtem, nagyon állás volt, és akkor már nem akart annyira menni. Róla az avart. Muszáj keménynek lenni. Szóval jó volt tegnap otthon lenni. Megnéztem mindent, amit akartam, a teniszdöntőt, Mihelis futamát, tévébe. Szegény. Fú, figyelj, láttátok? Nem, én csak olvastam. Láttad? Elképesztő volt. Én mindkét futamot láttam, illetve az elsőt, ahol elszállt a turbója utána, én nem néztem, inkább játszottam a gyerekkel. Felvezető körbe kigyullad a motor. Kigyullad a motor. Fodány. Turbó, elszállt, kész, Norbi kiállt, neki a falnak vége. És az elején még azt hitték, hogy ez új beépített effekt, hogy izgalmasabb legyen a verseny. Csak miatt. Aki látta azt a füstöt, az tudja, hogy az vége van. Még hősiesen küzdött a pálya felé, hogy hát a föl tud állni a rajtrácsra, olyan füst lett a kocsiból, hogy már nem is látott semmit. A második futamban... Mert az első futamban még annyi hozzátartozik, hogy az összes közvetlen rivális a 11. helytől fölfele végzett. Tehát, hogyha ott pontot szerzett volna, az... Akkor brutálisan nagyot, igen, nagyot szakít, igen. A második futamban viszont utolsó erről indult, és akkor átment, hogy az valami elképesztő. Figyelj, és potyogta ki előle mindenféle, kicsúszott, kipördült. Előzött iszonyatosat ment. Iszonyat. A följött az utolsó helyről van, nem is tudom, pontszerző helyre, talán a hatodik vagy a hetedik helyre, most lehet, hogy plusz-minusz egy hely. És az utolsó körben kitört a bal hátsó kereke úgy, hogy olyan volt, mint Schumacher, amikor hátulról erőre végig megy a mezőnyön. De van, aki kiesett, van, akit leelőzött, betette az autót, kis csata, kilökték, visszalökme. Ott volt pontszerző helye, és az utolsó kör utolsó harmadában kitört a bal hátsó kereke. Ez milyen? Bevitorlázott így is az autóval, de ugye, mint hárman elmentek mellette, és aztán talán tizedik lett. Hát fél dráma. Három keréke még, mert vagy az állt a kerék, kicsit kifordult valahogy, mert az ütközéstől megsérült a futómű, és az utolsó két körben már nagyon rángatott a kocsi, de érezte, hogy még ez vihető. És aztán már érezte, hogy ebből baj lesz. Kitört a kerék, kicsúszott, elmentek mellette egy csomóan, és valahogy a tizedik helyre bejött, de olyat ment, hogy fú, nagyon megérdemelte volna. Az utolsó erről hatodik helyre följönni, elképesztő volt. Komoly. Még tévéből is, ahol azért úgy nincs akkora hangulat. Nagyon-nagyon jó. Csapat, tessék magukat összeszedni, mert a gyerek jó. Nagyon-nagyon. A gyerek nagyon. Jó. Igen, olyan PEX szériája van, hogy az valami hihetetlen. Magyar csapat futamon is csodát csinált azért, tehát hogy az is kicsi is volt, hogy el tud indulni, aztán még egy fél motorcsere mi a két futam között. Az se egy gyenge dolog. Igen. Hát a turbót az ki kellett csinálni. Mondjuk van egy két és fél óra a két futam között, tehát az alatt meg lehet, de nem akármilyen mit csináltak. És az Engő Tímnek a kis magyar fiúja is egyébként pontszerző helyen végzett. Azt hiszem élet első futamám, úgyhogy nagy világbajnokokat előzött meg. Nagyon jó volt. Azt meg jó volt látni, legalább ennyi öröm volt az első futam után. De jó volt. Szóval, hogy ezt nem bántam, hogy nem vagyunk kint, de még így tévéből is nagyon izgalmas volt. Az ember tud tévézni, ilyenkor rossz idő van. Én is visszaszoktam egy napig. Hát és teljesen leszoksz a hétvégi tévézésről. Közös családi programmá válik, és így előjönnek a családtagjaidból azok az őszinte emberi érzelmek, az első máki rohadjál meg ilyenek. Igen, jó volt újra drukkolni, tényleg. Hát nem hiszem el egyébként, én Móni ütül a kalapni, csak jaj, de jó lenne már, ez is kiesni. Tényleg, izgulsz, nézed. Hát értem, a fair play egyében. Csíp oldalt nézel, az anya. Igen, már 8. már egy kicsi máki előle. Igen, és tényleg az volt, hogy várt, hogy Viki elvitt egy ilyen pókkiállításra a gyereket, mert ott jöttek az engén utazó kiállítás, ilyen tarantulákat lehet fogni, meg arcra tenni, minden Benny nagyon élvezte, mióta első volt, aki megfogta. Első volt, aki megfogta, hazajött, persze pókosat kellett játszani, és 4-6-kor fölordította, miért Norbit tudod? Gyorsan be a tévét bekapcsol, a gyerek így nézett, de odaült mellét, hol van a Norbi, drukkolt ő, és hát annyira jó volt. A pókosat kell játszani, ezt te mész pókjárásba? A pókosat kell játszani, a gyerek hazajön, választasz egy pókot, és akkor mindig ő nyer.
illetve ő van a pókkal, én már voltam gekkó, valamit megzabál a pók, kígyó, valamit megzabál a pók, egy repülőrovarra, és még amit a pók. Megzabál a pók. Aha. És akkor az vagy. És akkor most legyek kígyóval. Leszek, nem baj, megzabálja a pók. Igen, legyen bölénye. Bármi lehet. Szóval nagy taps tényleg Norbinak, mert óriási volt, és hát nagyon sajnáltam. Szegény. Az első interjúnál majdnem elsírta magát a szújónak, mikor elmondta, hogy elszállt a turbója, és ez neki mekkora csalódás. Hát mondom, mindjárt sincs, figyelhet össze. Érzékeny fiú, újabban. Érzékeny srác, igen. És akkor még mondta, hogy a második futamon még inkább csak az lesz, hogy öröm autózik, és próbálj meg élvezni, és na most ehhez képest úgy oda tette magát, mint senki. És ez lett a vége. Asszus. Igen, sajnáltam. Na jól van, a Szújó annyira meg volt zavarod, hogy angolul kérdezte, Mihelyiszt is írja valaki. Hát ott állt mellette a szövetségi kapitány, őt kérdezte elsősorban, igen. Azt hiszem talán meg angolul. Villogott csak, tehát. Igen, az meg a másik, igen. Igen. Aki tegnap ott maradt, papírkutya ír egy másik hallgató, végigcsináltuk a suli íjász bajnokságot Gödöllön. Az jó ebben a szélben, ha eltalálsz egyáltalán valami. Tudod. Bátor. Igen, attól jó, hogy bemérni a szélirányokat, tudod. Szerinted mennyi lehet? Nem tudom, mi jelet épi azt a zászlót. Igen. Igen. Csak hátad mögött áll az ember valakiben. Bocs, Miruskám, bocs. 60 km-es PSZ-nél valakinek előtt a bal fülét az erős. Na, de visszatér, Bali, kérdezi Laci. Hát nem, hogy visszatért, két tornát egymás után behúzott. Úgyhogy szerintem mindenki gratulált a Salak királyának, hogy újra az élmezőnyben van. Ugye megnyerte Monte Carlo-t, és most megnyerte az 500-as Barcelonát is. Úgyhogy szerintem Nadal. Hát nagyon hiányzott már az élmezőnyből. Nadal visszatért, mondta. A Monte Carlo után is Salak volt? Mind most az Salak szezonban, így van, abszolút. És jön a Garros nem sokára. Ami azért jó jel. Sopronból a temetőtől a határig áll a sor, a sógorok vadásznak a migránsokra. Négy határátkelő helyen is ellenőrzés van, úgyhogy aki kifelé megy, és már pedig ilyenkor elég sokan mennek, ugye kezdődik a munkahét, sok magyar jár át dolgozni, erre kell számítsatok, hogy négy határnál teljes lezárás van, mert azt mondják, hogy a migráns az az úton jön magyar autóval. Na, most már hogy hozza valamilyen. Há, vagy úgy, vagy vesz magának egy, nem tudom, egy 1-2-es ladát a migráns, és azzal megy át, lehet, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy ellenőriznek. Biztos, így van, szakértők mondják. Há, ők már csak tudják. Nem rá is, hogy bekocog valahova, vesz adásvételére, kifizet egy kocsit, és akkor elindul a határ felé. Tehát, hogy ez így nem rá is. Inkább azt, hogy viszik őket. Hogy embercsempészek, azt el tudjuk képzelni. Igen. Na, nézzük még, mit írnak a hallgatóink. Ilyen korán reggel a barátaimnak tartalak benneteket. Gábor, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, Gábor. Tudjuk ezt, melyik megszólásunkra értük el, de nagyon-nagyon szépen köszönjük. De csak így ennyi? Ennyi, semmi. Se, hogy miért, vagy hogy mióta, semmi. Aha, jó van. De ez az ugye, ez a Tamási Eszter effektus, még ugye az őskorból, amikor még néztek az emberek a tévét, ott volt a szobában a műsorvezetőnő, és azt hitték, hogy családtak. És amikor legközelebb találkoztak, akkor ott folytatták, ahol befejezték legutóbb a tévé előtt. Ez nálunk pont ugyanígy. Igen. Egyébként, hogy oda jönnek hozzád, hogy na és akkor az történt, de mondom, mikor és hol történt ez. Mert ő benne maradt a sztori, és folytatni akarja, és ő tud rólunk, mert pont a hétvégén is voltam rendezvényen szombaton, híhalom Böllér Fesztivál, csak azért, hogy nehogy megkérdez, hogy kulturális volt-e, vagy vérző, természetesen. De azt tudod egyébként, hogy egyre kevésbé illesz oda, kezdesz kilogni a sorból. Hávi, azon vissza nem jelezték még, hogy most már nem vagy kompatibilis? Nem, nem tudom meggyőzni a népet, mi hogy az változtam. A kezedbe? Nem iszol? Zabszele? Hogy nem iszol? Nem, Zabszele, micsoda? Persétű klepkac. Nem, az ennél egyen normálisabbak voltak, sőt, többel is, és én hétvégén ott voltam, és ugyanez ment. Hát mindig ez megy, hogy bárhol meg, hogy hol a Jani, mondtam, hogy szerintem ő ide nem jönne szívesen, nem azért, mert a héhalmiak nem jó fejek, mert jó fejek, csak itt neki kicsit sok a malac. Tehát, hogy emiatt, és ezt még mindig el kell mondani, nem a malac halál. Igen, vagy a malac halál is sok, és bármilyen sztori volt a héten, az biztos, hogy ott folytatni kell. És egy picit állsz így gondolkozom, mert hát azért, nem mindig van a fejedben, persze. Hát azért napi 5-6-ot mind azért megkóstolunk. Igen, várjál, keresem. Összefutott el az egyik osztálytársammal és 8. osztálytársammal? Honnan tudod? Írt nekem SMS-t. Képzeld el, olyan tündér volt. Nagyon cuki, én nem szerettem őket. Polgárőr csapatban szerepel a hölgy, és ezt ő így mondta is, hogy azért nála nincs kecmec. Majd kérdezd meg a Balást, hogy mit kapott annak idején. Állítólag ő megvert téged. Én nagyon sokszor, igen. De Balást mondott, hogy semmit mondott. Balást mondott. Hogy be tudjál azonosítani. Igen, nem voltál igen. Sebi. Ott én mentem végig a kis sátrakon, és akkor egyszer csak egy menyecske, de hát egy nagyon kemény menyecske jön. Egy nagyon darab.
ismerjük egymást, mondom, mi nyilván nem, mondta, hogy úgy, hogy nekünk közös ismerőseink vannak, és akkor elárulta, hogy az általános iskolában. Általános iskolai osztálytársához mi tartjuk a kapcsolatot, igen. És mondta, hogy majd mondd meg neki, hogy a verés még az jár. Szóriási 60 kilót, én akkor 25-től, és rommá vert mindig. Rommá. Olyanokat verekedtünk, de olyan, mint a nővérem egyébként. Nagyon kedvenek. Nagyon-nagyon jó fel. Jó arc. Jó arc, Ági. Igen, sokszor találkozunk egyébként, meg van osztály találkozunk még mindig. Írt nekem, hogy majd kérdezd meg a Ferit, hogy biztos, hogy velem találkozott. Mondom, elhiszem, szóval nem kell ezt így. De mondta, mindenképpen kérdezzelek meg. Hát olyan titkokat meséltetek is életedről. Igen, de majd az alkalmas pillanatokban ezt előveszem. Mondd el. Már egy-két dologra talán már én sem emlékszem, de biztos, hogy voltak jó sztorik. Na jól van. Azt mondja, hogy... Szerintem Normi mellett a most a kis Ficának is járatta az első futam, mert igen, őt is megemlítettük. Igen, pontszerző helyen az első futamért, hát elképesztő, hogy ő mit hajtott végre. Na jó, van, belevágunk akkor a reggelbe. Jó, Ákos elmondja a legfrissebb híreket egy kicsit hosszabban, mi pedig várjuk a játékra jelentkező SMS-eket, ha játszanátok, illetve hogy kivel mi van, kinek hogy indult a reggelem, mit hallotok, mit láttatok, kivel mi történt, ott nyugodtan. Így van, és várjuk az első, mi hiszen nem beszéltek SMS-t is. Így van, igen. Azt nagyon szoktuk szeretni 3-4-7 környékén, mert meg sem említitek a Norbit. Nem hallgatlak benneteket többet, igen. Oké, múlt héten mi volt, mennyire nyertünk? 4-1. 4-1-re? Úgy emlékszem. Hát igen. Akkor amatőrök, izgulók és bénán játszók kiméljenek, nem? Tehát tényleg csak a legkeményebbek jöjjenek. Hát a heti összeállítás 13-2. Atya Isten. A legdurvább, legnyilvánosabb arcok jelentkezzenek. Az elit. Jó? Igen. Teljes hetünk van? Igen. Uh-huh. Illetve tudunk valamit. Pünköst hétfő a legközelebbi. Mikor van pünköst hétfő? Május 15-6-7. Igen. Vagy 16-7-8, tehát így volt. Gyakorlatilag a kitelepülésünk utáni. Az nem, 16-7-8, az hétfőket szerda. Akkor előtte. A kitelepülésünk utáni héten. Igen, tehát ahogy visszaérkezünk a kitelepülésre, akkor 3 nap. Tehát 16. Akkor 16, igen. 14-15-16. Megint hétfőre esik? Át próbáltuk áttetetni, de nem megy. Ezt értite? Előbb a húsvétot tetesd át, mert ahhoz számunk. Nem, az hogy vagy a karácsony, meg egy csomó, mindig ugrik egy napot, és érted. A pünkös is mindig hétfőre esik, ezt érted? Elképesztő. Én az őrülünk, hogy pünköskednek is. Hát akkor ezt komolyan mondom. Kísérleti jelleggel. Az valaki elmondhatná, hogy az miért nem ugrik. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza, írjátok meg, hogy mi újság van mellettek, ha van kedvetek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, hát ez egy picit nehezebb nap, de majd valahogy túléljük. Egyelőre, ami az időjárást illeti, sok jóra nem nagyon tudunk számítani. Marad ez az idő. Én legalábbis azt olvastam, hogy 1-2 fokot talán emelkedik a hőmérséklet, de hogy ezen a héten azért ez még olyan sokat nem fog javulni. Viszont szombat vasárnapra azt mondják, hogy igen, csak a felhők maradnak, de lesz napocska is, és nem lesz elsőcske. Ez mindenképpen jó hír. Na megnézzük, kivel játszunk, mert hogy itt van már is a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello, szia, hogy hívnak, ki vagy? Evelin vagyok. Evelin, honnan hívtál minket, Evelin? Hát Budapest mellől, Gödről. Budapest mellől? Aha. Igen. Ja, Gödről. Most még mondom, igen. Most még mondhatod nyugodtan. És kivel játszanál? Balázs Zeller, majd el is mondom, hogy miért. Na, van valami kis ajajajajaj. Baj? Nincs semmi, nem. Jó játékos vagy? Hát próbálkozom, igyekszem, inkább szerényen, és majd, hogyha sikerül, akkor majd... És akkor elkezd üvölteni. Na, jó játékos vagyok, szerintem. Na, kis csírák, megmondta már az elején, hogy legyoblak tölteket, mint a nyomorult rajszegák, kutyák. Mehetünk? Indulhat. Jól van, betudtam lehet a Skype-ös. Indul. Akkor, Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, figyelek, mondtad, hogy mondani szeretnél valamit. Persze, azért szerettem volna veled játszani, mert egy referencia levelet ezzel be is nyújtanék hozzá. Dada vagyok. Dada? Gyerekekre vigyázom. Uh-huh. És ma gondoltam, hogy elkezdek gondolkozni a jövőn, mert ez egy vége látható a gyerekek nőnek. És utána szeretnék esetleg segíteni nektek is.
Várjál, ezt most kevésbé értem, tehát hogy most dada vagy, és szeretném majd segíteni nekünk miben? Vagy hogyan? Hát gyerekekre vigyázok, babysitter dada. Ja, aha. Érdekel esetleg? És akkor mondod, hogy itt a dada, ha rosszak vagytok, dádá, és akkor... Természetesen másra gondoltam. De mi, hogy vigyáznál a gyerekeimre, ezt akarod mondani? Így van. Uh-huh. Kellő tapasztalattal rendelkezem. De nagyon fiatal vagy, hát az mit jelent, hogy kellő tapasztalattal? 25 éves vagyok. 25 éves vagy? Ez így kevés? Kevésnek tűnik egy picit, igen. Yeah. Akkor beszélek, angol-portugál családnál dolgozom, bentlakásos óperként. Sosem ez vége, sosem tudjuk meg. Több éve, úgyhogy... És az első pajkos pillantásnál be foglak perelni téged, a Balázs. Amikor először segre pacsit játszol velem, Balázs, akkor nagyon jó. Jézusom, elvittük egy kicsit más irányba ezt a jelentkezést. Mi mindig mindent elviszünk más irányba. Jó, van, fie, hány másodpercnél tartunk? Lejárt az idő, már megvan az ajándék. Akkor szeretnék minden nap én játszani, lehet? Jó volt. Igen, ügyes vagy. Megvan az ajándékcsomag. Szuper, nagyon örülök, köszönöm. Ezt a mamámnak kell elmesélni. Igen, mondjuk nem nagyon hallgattad a Balázst, tehát, mert volt egy olyan pillanat, az dada és a dádá. De nem hagytad magad kizökkenteni. Igen. Köszi a játékod. Én is köszönöm. Ügyes voltál egyébként, tényleg jól játszottál, megérdemled. Puszi, ciao. Sziasztok. Hello. Hát babysitterünk nem lett, de egy pontot viszont odaadunk. Odaadunk. Megoldódott a dolog, igen. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Már amennyire egy ilyen időjárás szép lehet, de kell az eső a földeknek, úgyhogy ne bántsuk. Ja. Ne bántsuk az időjárás abból a szempontból, hogy jó esik, áprilisban nagyon kell az eső, és hát a hideg nem, szóval az a 4-5 fok, ami most van, az nem kell, meg az a 8 fok, ami hétvégén volt, az se nagyon kell egyébként, viszont nem is tudok jobbat mondani. Én még szoktam valami jót találni az időjárásban, hogy majd azt mondom, hogy egy nyugi hét közepén már igen. Viszont nem tudok most, mert nincs jobb. Ez nincs jobb ötletem. Nem lesz jobb idő. A fölnek jó, hogy most esik az eső. Sajnos például a Noé soknak nem volt jó, mert hogy a 8. Noé találkozás örökbefogadó nap elmaradt az időjárás viszontagsága miatt. Sajnos lefújták. Így van, lefújták, és május 14-én lesz megtartva, akkor lesz az eső nap. Szegény is mentünk volna ki. De hát akkor lesz az első nap? Ja, hogy akkor, aha, akkor ez, így van. Értem, jó, megértettem. Hamar kapcsolok, én értem. Figyelek rajta vagyok. Kezdem el magyarázni. Igen, mondom, a május 14-én már tudják, hogy esik, mert aznap lesz első nap, akkor miért teszik arra? És hogy milyen világ van ott a Neumsoknál? Miért nem dolgoznak az OMS-nél, hogy ennyire peng? Tudják előre, hogy milyen idő lesz. Nem sokára turnéra indulunk. Hoppá! Úgyhogy én akkor mindig örülök, ha rossz idő van, mert arra gondolok, hogy előre kiesi magát az idő. Aha! Szóval kiesi magát az eső, meg jön a hideg, és akkor utána természet helyre áll, és mindami elindulunk május második hetében, ugye, a mi kis turnénkra, addigra akkor már jó idő lesz. Úgy legyen. Hát úgy legyen, mert rossz időben aztán én nem megyek sehova. Hogy is? A rossz időben én otthon maradok, gyerekek. Nem vagyok hajlandó elindulni rossz időben. Balázs, hol van? Hát megmondta. Rossz időben nem jön. Otthon marad. Ő otthonról nyomja. Ennyi. Én itt maradok a stúdióban, ti mentek, összekapcsolódunk Skype-on, hát ez sikerült már ugye Dél-Afrikából is, tehát meg tudjuk ugrani ezt a nagyon durva Budapest szombathelyi távolságot. És fázosan bejelentkezel otthon a kandalló elő. Igen. Kis kockás takaróval a térdeden. Na, hol vagy? Cipcsörgetek, igen. Jeges medve bőrön nyugtatva, kis papucsos lábada. Igen. Opuszum bőrbe bújtatva. Nagy lábujjamat, hogy ne fázzak. Ilyen csincsilla bundával ültek éve. A kedvenc kis pézsma pocok boámmal a nyakamban. És forró grogot kortyolgat. Na, úgyhogy legyen most csak rossz idő, mert minden jel arra utal, hogy akkor viszont előbb-utóbb megjön a jó idő, és akkor nekünk a turné jó idő lesz. Május 9-e szombathely, ugye? Szombathely. Így indulunk, az egy hétfői nap, május 9. Aztán utána majd kipihenjük, mert hogy hát pünkös is utána lesz pont rá egy hétre, de előtte még turné. A szombathelyét pihenjük ki pünköst. Egy napot. Ja. Így van, velünk van túr és felesége turné. Jó, de hogy ketten jönnek. Így van. Nagyon fáradt vagyok veled. Nagyon helyes pár. Igen, túr és turné jön velünk május 9-én turné. Így van. Felejtsétek. És vannak, akik ott oldalon tartanak, vannak, akik pedig kint, ők mezőtúr. Jaj. Na.
Zenéljünk egyet. Nem, közlekedési híreket néztem csak. A molyhos tölgynek kell az esőire valaki. Annak kell. Kell neki. Jó kis molyhos tölgy esse rá az esőire. Bár ott az öntözés szerintem abból a cirka 500 euróban meg fogják tudni. Hát arra elég. Az egy gazdag táp és egy öntözés. Azt megkapta, így van. Tatán harckocsik vonulnak végig a városon, dugóval ne menj nekik, mert lepattansz róluk. Jogos. Igen. Hova mennek harckocsik? Ott van egy laktanya. Igen. Ja. Most nem tudom, hogy ezek a mieink, vagy pedig már úgy értve a mieink. Már valaki behantolt. Valaki már Tatán átart, és még mindig nem olvasom a hírek, vagy megtámadtak minket, mert egészen Tatáig jutottak. Valaki hogy szóljon, fel? Hogy baj van. Hogy van? Mieink nem lehet, mert nincs üzemanyag. Ja, mondjuk az is igaz, de lehet, hogy vontatják őket. Lehet, hogy vontatják, de ott ígértek egyébként amerikai páncélosokat is a közeljövőben. Néhány Abramsen. Igen. Minek? Mi? Minek? Erődemonstráció. Ja, az oroszoknak? Biztos nem? Nem. Az Észak-Koreája. Itt nálunk igen, a tatai harckocsi felvonulása Kim Jong-unnak az északi. Így van. Igen, diktátornak. Kiégett kamion az M5-124-es kilométerénél Budapest felé dugóban. Robi küldte nekünk. Juhú, Érika az 5-0 hallgatóknak. Írta valaki előre. Hát, igen. Ez a fajta optimizmus kell hétfőre. Bravo. Bírom. Ezt jó. Így kell csinálni. Igen. Azt mondja, hogy hegyes halom sima az áthaladás, nincs kontroll, roncsos küldte nekünk. 51-es úton Szigethalomnál két autó frontálisan ütközött, alakul a dugó, ezt Andi küldte nekünk. Mivel ma van a szülinapom, ez eléggé megvisel, így mertek velem játszani, küldte egy hallgató már egy picit későn egyébként, legalábbis mi későn kaptunk meg, de Isten értesen téged sokáig. Én kimondtam az igent, valóban igen, azért mondtam ki, mert hallottam, hogy lejár az idő, és a végén bedurrantottam, de nincs jelentősége, mert a játékos így is úgy is megkapta akkor már az ajándékcsomagot, a lejáró idővel egy pillanatban vagy egy ütemben én mondtam egy igent, de már akkor ugye erősödik a tapsis. Édesebb úgy a hallgatói győzelem. Tudod, igen. Édesebb, hogyha volt egy igen, vagy nagyon egy nem. De köszönjük annak, aki észrevette, sokan észrevették, nem azt nem szorod. Így is odaadtuk volna, aki húzza, így, hogy kimondtam meg, aztán pláne odaadjuk. Nincs jelentősége. Szuper Dada? Szuper Dadus. Ki látta ezt a dzsungel könyvét? Mindenki ódákat zeng róla, és nem Csabi. Azt hallottam, de ti nem voltatok? Jó, nem. Állítólag zseniális. Húzom mindig mindenkinek, én is ez is igaz, igen, egy hatalmas nyalógép. Most a zenéket is mindig felhúzza. Vizetni kell a nyelvét, mert sosincs bent a száján. Féltek, állítólag nagyon jó. Mi nem viszük el rá Benit, mert picit ilyen érzékenyebb kisfiú, és ez neki. A Csabinak nincs ízlés, és nem viszik el. Egyrészt a Csabi szellemi fogyatékos, tehát abszolút nem bízom az ő értékítéletében. Nem, tehát én nem tudom majd megnézni, mert mondom, egyedül nem ülök be rá. A végét is unnád. Egyrészt tudom a végét, kettő rohadtul idegesnek a beszélő állatok, már gyerekkoromban is rosszul voltam. A beszélő malactól, meg a beszélő tigristől, tehát mindig kivert a vízettől. Nem, de hogy Benny ehhez túl érzékeny, sajnos. Pedig egyébként megnéznénk vele. De hogy nem voltatok? Nem néztétek még meg? Nem. Hétvégén ilyen esős időben nem volt ilyen kis mozis, kis összebújós, kis popcornos program. Senki nem látta. Volt, de nem úgy. Állítólag az Avatar óta nem volt ennyire látványos film, és hogy valami brutális. Na jó, van. Komolyan mondom, olvastam. Nyilván nem volt. Én előzetes láttam, ott jön a medve beszél, ugrik, nagyon jó. Tehát az alapján azt mondod, hogy de az úgy beszél, brum 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 brum, és ez közben Maugli. Tehát én nagyon rosszul beszélek, mert nem mint Déva kismalac, aki rosszul vagyok a beszélő állatoktól, de tényleg. Néha nagyon kedves, nagyon gyengéd. Brum 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 brum. Néha meg nagyon mérges. Brum 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 brum. Éhes medvével jössz. Néha meg egy kicsit eleket, és nehezen indul. Brum brum. Igen. Pici poci megpölti. Brum brum. Sírkány, és ott látszik, hogy tigris csak ásít, és az van, hogy visszalass. Van, meg így, tudod, így megállítva, újra elindítva, megállítva, újra, de egy ásítást. Ennél állítólag jobb. De hogy a főszerep... Szörkán. Csak kérdezem, mindig sírkánnak mondják, de lehet, hogy angolul szörkán. Nem szörkán? Igen. Csak rosszul fordították, és azért, hogy sírkán lesz. Szörkán? Persze. Kánnak hívják, csak lovaggá ütötték sírkának. Ezért kár mióta lovaggá ütötték, szörkán. Magyarul sírkán. Nem lehet, hogy egy hatalmas kígyó temetkezés éjjel, kán sírja. De álltak tényleg zseniális. Szóval nézzétek meg, komolyan mondom, tényleg jó. Nem vagyok benne a film forgalmazásában, meg nem kapok üzleti részesedést, de fantasztikus. És mi a sztori vége? Figyelj, a sztori vége... Na, azt majd nem tudod a következő részben, aminek a főszereplője holnap ugli. Ma is, holnap is ugli.
Nem akarok spoilerezni. Tehát, hogy... Visszatér a népek közé nyilván. Nem akarok spoilerezni, hát valaki nem tudja, hogy nem tudja, hogy mi a Maugli története. Nyilván mindenki tudja, vagy aki nem tudja, nem ebből fogja megtudni. Az arra gondoltam, hogy csavartak-e rajta, mert szoktak ilyet klasszikusra csinálni, hogy akkor egy új befejezést bedobunk a sztoriba. Igen. De ilyet szoktak csinálni, hogy itt maradtak-e a történetnél, vagy volt benne valami kis gyerekek. Nem, ugye az eredetiben meglát egy kislányt, egy vízhordó kislányt, és akkor abba beleszeret, és végre Bagira, meg a Balú, ugye végre végignézik. Üzekedhetnek egymásra. Igen. Ja, ahogy a kis Maugli szerelemre robban, és elindul a kis vízhordó kislány után, máig megvan, hogy a vízhordó kislány drisszálja a csípőjét, és te ott azt nézed gyerekként, és hogy kicsit te is beleszeretsz a vízhordó kislányba, mint Szafiba is ugyanúgy. Én egy majomba szerettem. De adjál három banánt, vagy négy banánt, tudod, és de hármat mutat. De az, itt is az van, hogy utána ő visszatalál az emberek falujába, tehát gondolom nem tettek bele egy történetet, hogy mit tudom én, Sirkán győz, Maugli meghal. Nagyon jó, az a vég, hogy széttépi. Bagira meg Balú meg egy medve csapdába esik, és megeszik két román kecskepásztort. Sirkán és Ká veszekednek a Maugli maradványai. Húzakodnak rajta, ketté szakad a kis Maugli, és akkor... Csak gyerekeknek, hát jó van. De hogy szóval, hogy valószínűleg a sztori ugyanaz, de én láttam a trélerét, direkt megnéztük, hogy elvigyük a Benit. Mondom, jó, Viki, mondom, nézzük meg a fél percet. Fél, összepisíled magad annyira durván, mert megcsinálva egyébként. És ugranak, majmok jönnek, vadak szaladnak, tigris ugrik, medve jön. De durva. Nincs a valaki egy 3D-s szemüveget, ezt felteszem hozzá. Na, elkezdem mondani. Hát, komolyan mondom ezt. Na mindegy, jó, ha nem láttátok, akkor nem. Hát én a Big Shortot néztem, az a zseniális. Én mondtam, hogy nézd meg. Úristen, de jó volt. Komolyan mondom. Mali nem ajánl rossz filmen. De. Na, azért volt már olyan. De ezt a Big Shortot egy hónapja elmondtam, hogy nézd meg. Úristen, de jó volt. De annyira jó a film, hogy szétizgulod rajtam, miközben az amerikai lakáspiacnak a válságáról szól, meg arról, hogy hogyan... Hát a nagy hitelválság a 2008-as nagy amerikai. Broker, hogy próbál meg ezen pár száz milliót akasztani. Egyszerűen megdöbbentő a jó film. Hihetetlenül izgalmas. Hú. A nagy dobás az a neve magyarul. Igen. Tehát az, hogy most nem jönnek be balról majmok, meg nincsenek benne ilyen vizék ringocsipő, kislányok a faluból, meg ilyenek, de hogy ettől függetlenül egész jó. De arról meg nem beszélve egyébként, hogy Christian Bale által megformált egyik főszereplő folyamatosan metált hallgat bent az irodába. Igen, picit aspergeresnek tűnik. Felváltva szólnak a panterák, meg a metalikák, tehát hogy zseniális. Zseniális. Igen. Hát akkor Balú Györgyi szerepel a Maugli. Igen. Tegnap néztük a moziban, kb. Háromszor kaptam infarktust, a 4,5 éves kislányom nem szólalt meg az előadás után egy bő fél óráig. Egyébként a film nagyon látványos volt, ezt itt küldte. És azt tudtátok, hogy az első filmváltozathoz még a híres tápiósokból származó brit politikus nő Margaret Thatcher is gratulál. Jézus. Jézus, atya Isten. Na, csak hogy mennyire meghoztanak a hallgatók, hogy 8 éves gyerek unta. Mondjuk, ha egy 8 éves gyerek egy ilyet un, mind nőtt föl. Igen, akkor volt élmény. Mit látott a 8 éves gyerek, ha már egy ilyet un, ami ennyire jól meg van csinálva? A sziklák szemét is a voltak hajnal. Igen. Nem megy vissza az emberekhez. Tehát itt... De visszamegy először, ugye be akar illeszkedni. De csak aztán... hogy szóljon, hogy nem jövök vissza. Igen, hogy egy kicsit becsajozott, de aztán rájön, hogy az nem az ő... világa, és akkor megy vissza a dzsungelbe. Hogyha nem, már babom, már bocsánat. Ez valami alternatív mozi. Mi az, hogy nem az ő a csajozás, nem az ő világa? Most de nem egy gyerekről beszélünk. Ez is egy ilyen liberális. Kis fiú még. Igen. Semmilyen Zsolt írta az előszót a Bagrihoz. Itt nincs szó csajozásra. És a premier lakatos megfelgőlt. Helyet! Na megint én kerülök címlapra, hogy beszéltem lakatos. Ez most, ez a zsűl volt. Aj, Istenem. Na, mi újság Kozsóval? Ti olvassátok ezeket a híreket? Olvassuk. Hogy mi történik vele? Komolyan mondom, hát az embernek az esze megáll. Hogy egyébként ez is elég fura, hogy egy alkalmazott kipakol. Ez nekem mindig annyira fura, nem? Hogy valakivel te hosszú ideig dolgozol, aztán egyszer csak egy alkalmazott, egy volt üzletvezető úgy dönt, hogy akkor ő most tiszta vizet önt a pohárba, és elmondja, hogy a főnöke milyen dolgokban trükközött. Ha trükközött, mi nem tudjuk és nem állítjuk, mert tényleg nem tudjuk, hogy ez most valóban így van-e, vagy ez most valamilyen kicsinyes Pityaner bosszú. Minden esetre, ugye volt neki egy üzletvezetője, aki elmondta, hogy próbált Kozsó a nem tudom, a kétszemű teknős,
Há, mindegy is. Most mindegy is igazából a zöld hátú teknős. Akkor legyen négyszemű már legalább. A négyszemű zöld páncélos teknős teaboltján fogni, és némi üzemeltetési költséget megsporolni, és állítok olyan dolgok derülnek ki a Kozsóról, amit így nem gondolnál, vagy nem gondoltad volna. Kozsó nyilatkozott, azt mondta, hogy ez már nem az ő teaháza, és hogy már ő semmi, csak ő ezt eladta, de Zoltán ugye megpróbálta különböző számlákkal, vagy számlák hiányával bebizonyítani, hogy Kozsó állítólag lopta a vizet, az áramot, ellenőrzésnél kioktatta a kollégákat, hogy mit kell mondani, ha jönnek ugye a közüzemi számlákat, vagy zórákat leolvasni, tehát nagyban üzemeltette ott a csalást. Állítólag. Ezt azért tegyük hozzá mi is, hát nem bizonyosodott bennek az ellenkezője. Nem túl fel. Mi nem állítjuk, hogy így történt. Volt alkalmazott. Ez nem szép dolog. Nem. Hát már lehetett valami a... szerintem. Tehát, hogy, hát ott valószínűleg egy kis pénzt nem kapott meg, vagy aha, érted. Tehát, hogy szerintem... Nekem ez mindig olyan fura, az is fura volt, hogy valamelyik nap láttam a Ferinek az asztalán egy kéziratot, az volt rajta, hogy ha én ezt a Morning Show-ról elmesélem, és decemberben megjelenik meg állítólag. csak akkor, ha novemberben vége. Ha novemberben vége, akkor mindhárman kiadunk egy könyvet, és mindhárman mást állítunk ugyanazokról a dolgokról. Rákóczi, Szalai, ha én ezt a Morning Show. Egyébként igen. Jaj, de kedves vagy, te! Van most neki más dolga van, nem ér rá könyvet írni, most írt igazgat. Én szerintem novemberre vár újra könyvet ír, ahogy a dolgok állnak jelen pillanatban. Neki is szólnak, hogy nem kell jönni. Szerintem, ahogy most a tények nézettség áll novemberre, újra a te könyvedet írja majd a Szalai Vivian. Igen. Na, mi nem akarunk Kozsor nevetni, nem akarjuk bántani, de egy 100 milliókról van szó. Tehát, hogy 100 millió svájci hitel, 50 milliós közüzemi tartozás, tehát olyan dolgokat olvas az ember, amit egyszerűen nem gondolnál róla. És most nem is Kozsorról akarunk beszélni, mert szeretük volna, ha ő megszólal, de most azt mondta, hogy van annyi baja, hogy nagyon kedvel minket, de nem vállalja ezt a beszélgetést. Sok fronton támadják, és most meg kell magát védenie. Hanem sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen az, ami hallgatóink életében, amikor egy-egy üzletvezető, egy főnök, vagy egy beosztott, aki alá te be vagy rendelve, szóval ő fölötted van, kiadja neked, hogy okoskodjál, és egy picit próbáljál csalni. Tehát nézzük meg az élet azon területeit, amikor is te azért kell, hogy csaljál, mert a főnököd, vagy egy alkalmazott, aki tényleg fölötted van a hierarchiában, azt mondja, hogy már pedig ezzel vagy azzal egy kicsit okoskodjál. Hát, ha vannak ilyen hallgatók. Spóroljál hát egy igen. Kicsit. Ne azt a sajtot tedd a pizzára, mert te vagy most a szakács az én pizzériámban. Töltsd vissza az ásványvizes üveget egy kis vízzel, sziszenj egyet, és úgy vidd ki a vendéghez. Hát azokat az alkalmazottakat keressük. Azokat az alkalmazottakat keressük, akik most üzemszerűen ki van adva, hogy egy kicsit rövidítsék meg a vendéget, rövidítsék meg azt, aki hozzájuk bemegy, aki náluk eszik, iszik, fogyaszt, vagy bármi más csinál. Ugye az ilyen villanyszámla, vízszámla, ezeknél nem is a vendéget rövidíted meg, ott ugye a szolgáltatót. Igen, a szolgáltatót, de a sajtos sztorinál ott valóban a vendéget, és az is érdekes dolog, hogy volt-e olyan ember ezen a földön, aki azt mondta erre, amikor a főnök ezt kiadta, hogy na akkor ezt a sajt, azt mondta, hogy nem, én csak rendes mozzarellát használok a pizzára. De ez is egy jó kérdés, hogy kiadják neked egy benzingút, hogy már pedig próbáld meg átvágni az alkalmazottakat. Tehát azt a kutas magától csinálja és elteszi, én inkább ezt gyanítom, vagy van, amikor megmondják neki, hogy figyelj, itt ezzel tudsz okoskodni, ha ezt csinálod, jó lenne, ha csinálnád, akkor több bevétel van, téged jobban megdicsérünk, többet kapsz vissza, kvázi kiadják neki, hogy hát igen, próbáljon meg egy kicsit okoskodni. Többet keresni a cégnek. Tehát most olyanok írjanak, akik nem maguktól csinálják, vagy nem üzletvezetők, vagy nem tényleg a saját éttermüket csalják el, és károsítják meg a vendéget. Most egy csomó csalódottan letették. Igen. Igen. Ha nem írhat a saját csalásaimról, nem beszéltek. Hanem azon SMS-eket várjuk, ahol tényleg a főnökötök benneteket arra kér, hogy próbáljátok meg egy kicsit többet keresni neki. Hol lehet a legjobban csinálni ezt? Én azon gondolkoztam, amikor a hírt olvastam. Uh-huh. A Kozsós hírt? Aha, igen, hogy az élet mely területén. De elképzelhetően tartott, hogy Kozsó be azt mondta, gyerekek, egy óra múlva vízóra olvasás, gyertek ide! Letette mindenki a teáscsészét, és oda mentek, és meghallgatták, ahogy Kozsó kis előad arról, hogy csalják el a villanyszámlát. Azért ez életszerű. A hír szerint, amely nyilván nem tudjuk, hogy igaz vagy sem, az volt, hogy csak ha jön a villanyszámlás meg a vízórás, akkor azt kell mondani, hogy csak a tulajdonos jelenlétében lehet leolvasni, aki viszont nincs itt. Kozsó pedig bújt egy szekrénybe. Igen, a vízóra mellett így behúzva. Nem vagyok itt. Józsi, mondtam, hogy nem vagyok itt a rohadtél. Igen, nem tartom elképzelhetőnek. És akkor Kozsó a teával is csal, tehát amit ott ittunk, akkor nem igaz.
az itt el volt? Ahogy azért a Liptonokat így fölvágta a tejászacskóból, kiszolta, és eladta a szálas tejának. Az nem szegény jó, mert... rájár a rúd, és sajnálom, de remélem bebizonyosodik, hogy ez csak egy kirúgott alkalmazott bosszúja inkább. Lehet ez is benne. Hogyne, én azért inkább ezt gondolom. Ilyet hallottunk, a teával azért nem tudsz csalni, mert azon látszik, hogy szálas vagy, pedig a őrölt tea. Jó, de azért egy teázóban mit mondasz a vizesnek? Azt olvastam, hogy azt mondták a vizesnek, hogy nem használnak vizet, kannából hozzák a vizet. Az Artézik útra. Nem, az volt, hogy a nyugati mellett hozza a vizet. Érted? Azért az megvan, hogy Kozsó egy 250-es marmokannával nagyon-nagyon megy befelé, hogy vigye a friss teához a vizet. Mert egyébként a teázóban nem használnak vizet. Azért ez nem életszerű. És egy másik alkalmazottan megbeszéltek volna, hogy amikor odaér a vízóra leolvasó, akkor rácsörgök, és indulj meg a két marmonkannával. Két 50 literesen. Bocsánat, először. Jó, Zsikám, meg is jöttél a vízzel? Ugye, de akkor még mindig fölmerül a kérdés, hogy azt miben mosogatnak? Azt is abban? Napon szárítja. Én csak megszárítja a napon. Azért, hogy a Liszt Ferenc téren dolgozom, tudnék mesélni, csak Feri menjen ki cigizni. Hívjuk már. Igen. Na, Lacika, de most te vagy az? Tényleg arra gondolok, hogy mit tudom, egy cukrászdában állsz, és te fagyit árulsz, és oda megy hozzád a cukrászda tulaj, és azt mondja, hogy figyelj, Erzsi, vagy odafigyelsz arra, hogy ne adj ki a 4 grammos gombóc helyett csak 3 grammos gömböt, vagy kirúglak, és ő helyettet Kati, aki viszont vidáman úgy veri át a 8 éves félig síró Pistikét, aki egy puncsot és egy csokit akar tenni, és nem ért, hogy mi ez a két minigömb a kezébe, mint a húzat. Tehát vagy kevesebbet adsz, vagy mész a levesbe, mert hatan állnak a helyedre, és kevesebbet kell adnod. Tehát ilyenekre gondolok, hogy ezt írjátok meg, amikor ti kvázi zsarolva vagytok. Persze ehhez kell egyfajta, hát hogy is mondjam, egzisztenciális féltés, hogy te ebbe belemenjél, vagy ezt vállalt, vagy gyomor, vagy nem tudom, vagy a családodat tartod el. Hát, tehát ahol üzletszerűen csalásra kényszerítenek. Hát azért ez egy kellemetlen élet. De ha esetleg tényleg valaki azt hallott az oktogonon, hogy mit tudom, egy-két utcával lejjebb valaki azt üvölti, hogy azt se tudják ezek a parasztok, hogy mi az a parmezán, én se tudom. És a korra irányából jött. Igen. Nálunk nincs parmezán, ez nem magyar. Megmondtam, ne tegyél rá igazi sajtot, tegyél rá azt a zacskós sajtot, vegyél, tudod. Igen. Na, szóval, hogy ezt írjátok meg nekünk. Visszatérve a kérdésre, hogy hogy lehet legjobban ilyet csinálni, szerintem, ahol te valamit szolgáltasz. Tehát eszel, iszol, etetsz, itatsz, boltban dolgozol, nem? Tehát ezt tudom elképzelni. Most egy ruhaboltban nem nagyon tudsz megcsinálni. Persze. Ha csak nem legyártatod, mert olyat is hallottunk már, hogy a menő András úti cuccot megcsinálták hátul a kis udvarban. Hogy micsoda a menő? A menő Andrássy úti boltban. Igen? A nagyon drága ruhácskát, dehogy nem. Igen? Abba a hiperdrágába? Louis Armstrong a vállalkozását? Amit ő indított el? Nem, a Louis Vuitton? Táskás, azt hiszem. Állítólag ezt az ő leányvállalata elindította. Na, drága hallgatók, jönnek már az SMS-ek egyébként. Kereskedelemben dolgozók, tessék nekünk vallani, kit hogyan kényszerítenek csalásra. Hol vágtok most át úgy bennünket, hogy egyébként itt nem vagytok benne, csak a főnök elvárja. Jó? Nézzük meg tényleg, hogy hol kell a leginkább figyelni. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM, a rádió! Itt vagyunk, 3:48 lesz. Pontosan hány perc múlva is? 4 perc múlva. Mondjuk 4. És egész jól számolok, nem? Aha. Ugye? Kifelé hallatszódunk szerinted, mert... Igen. Csak kicsit lehet, szerintem lehalkítottuk saját magunkat. Persze, mondok egy csúnya szót, ha lesz belőle holnap címlap, akkor igen. Igen, akkor beszéljünk a Hajdú műsoráról. Ja, miről? A szilveszteri névsorról? Az volt az utolsó jó. Ne, hát ne, kb. Ugyan volt. Javultunk? Javultunk egy kicsit. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye arról beszéltünk, hogy mi történt Kozsó teaházában. Ezek most egyelőre csak hírek, híresztelések, nem tudjuk, hogy valóban így van-e. Minden esetre múlt héten robbant a bomba, hogy mi a helyzet Kozsó teaházával. Ugye ott volt egy üzletvezető, aki kipakolt, és elmondja, hogy a főnöke milyen dolgokban trükközött, és hogy próbált állítólag, hát ugye nem tudjuk, hogy valóban így van-e, állítólag fogni pénzt a költségeken, állítólag lopta a vizet, az áramot, és okította az alkalmazottakat, hogy ellenőrzéskor például azt kell mondani, hogy hát Kozsó kannába hozza a vizet. Minden reggel. 8-ra otthon 200 liter. Ide egy hallgató,
hát egy pivi víz egyébként, igen. Tehát ő vigyázott arra, hogy jó minőségű vizet igyanak az ott jelenlévő fogyasztók. De tényleg nem tudjuk, hogy ebből most mi az igaz. Minden esetre 100 milliós tartozásokról és hatalmas hitelről és arról lehet olvasni, hogy Kozsó nagyon nagy bajban van. Igen, hogy a háza is hitelből van, minden. Más kérdés, hogy azért ez nem nagyon korrekt, tehát évekig csinálod tulajdonképpen, majd utána azért elárulod, aki megkért, hogy csináld, de hát te csináltad vele együtt, nem? Tehát lehetett volna egy döntés, hogy te felmondasz, és nem csinálod, mert ebben te nem veszel részt. Hozott vízből nem dolgozol. Évekig csinálod, majd kipakolsz, szóval, hogyha már a főnök erre megkért, és te csináltad, akkor viszont ne pakolj ki. Büntető jogilag ugyanúgy felelős vagy a dologért, akár mondták neked, akár nem. Itt ugye mindig a másik oldala az érdekesebb, az emberi szempont, hogy van egy családod, akit el kell tartanod, és hogyha nem csinálod meg, amit a főnök mond, akkor ki fognak rúgni. Kereshetsz új állás, szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés ott szerintem abban a helyzetben. Vagy ne próbáljam menteni az üzletvezetőt? Hát, nem tudom. Nyilván nem az üzletvezetővel van a baj, csak az ember azt érzi, hogyha évekig ebben részt veszel, utána kipakolsz, hát akkor te ezt ugyanúgy csináltad. A kipakolásnál nem? Igen, vagy kis tüske lehet benne. Ha, igen, nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz az ügyből. Biztos, hogy folytatódik. Na, viszont ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mikor kellett úgy csalniuk, hogy ők elvileg nem akartak, rákényszerítették őket, vagy a főnök azt mondta, hogy ezt és ezt nem csinálod meg, akkor mész, és jön helyedre egy másik, aki viszont szívesen csinálja. Hát egészen megdöbentő SMS-ek egyébként, hogy mit kell csinálni a hallgatóinak. Van egy olyan cukrászda a Kecskeméten, ahol a felettese lecseszte, miért mondtál a bácsinak, hogy 3 napos a sütemény. A bácsi megköszönte, egyébként a kisunokájának vitte volna, és hát a leányzó az fel is mondott. Márka szervizben dolgozom, garanciális autókban rendszeresen utángyártott alkatrészeket szereltünk be, mert így több pénzt tudott fogni a főnök. Nem egyszer fordult elő, hogy olajcserénél nem volt hozzá olajszűrőnk. A főnök mondta, hogy a szűrő egyébként náluk nem fontos, nem kell kicserélni, miközben nyilván felszámolták a vendégeknek. Nem kell kicserélni az olajszűrőt. Jó lesz, Sanyi, mossátok át valamivel. Igen. Csak öblöges le. Tégségben első napon raktam sajtot a sajtos kruasszámba. Megkérdezte a főnök, hogy jönnek a rokonok azért? Nem áll, léci, de annyira... De a sajtos kruasszont, ha szétszeded, abban látszik, hogy van eset. Van sajt, nincs sajt. Mondták, hogy kevesebbet rakjak, nehogy sajtmérgezést kapjanak. Tehát, hogy csak óvatosan a sajtos kruasszámban a sajta. Tibi írta nekünk az SMS-t, hogy a főnök szólt rá, igen. Barátnőmet arra kényszerítették egy cukrászdában itt Budapesten, hogy a sütemény habjáról kaparja le a penészt. Volt szabad visszáruznia, tehát olyan nem volt, le kellett kaparni a penészt. Állatorvos előző munkáján a főnök a helyben beadott gyógyszernél az olcsóbb, azonos hatóanyag tartalmú gyógyszert adja be, és egyértelmű, hogy a drágábbat számlázza, csak ő csinálja, mindannyian tudunk róla. Írja egy hallgató. Öcsém szakács volt, és pangáziuszból akarták vele megcsináltatni a harcsa paprikást, illetve gázégőre rakott vaslapon a rosthúst, vagy a hambihúst. Azonnal felmondott. Ezt Sanyi küldte nekünk. Én irodatechnikai eszközöket javítok, tőlem elvárják, sokszor szóvá is teszik, hogy trükközzek ahelyett, hogy alkatrészt cseréljek. Például a korábbi hiba miatt kicserélt alkatrész pár hónap után történő visszaépítése újként. Persze, amikor lebukás van, főnök minden tagad, és az én nyakamba varja az egészet. Na, ez a legszebb akkor. Érdekes SMS-ek egyébként, igen. Biztonságtechnikai cégnél dolgozom, a főnök rendszeresen utasít, hogy a lefűzött kábel 7-8-szorosát számoljuk fel, mert a kábel áron felül még a fűzésre is egy vagyot lehet elkérni. Sokszor ég a pofám az ügyfélnél, de nincs mit tenni. Kiméri le a befűzött kábelt. Annyit mondasz, amennyit akarsz, tehát nincs ember, aki ezt megmérni. Igen. Miskolc pizzéria, a füstölt sajtot sima olcsó sajttal és füstízű kockával kell kevertetni. A csirke mellett pedig csirkecombbal keverni. Ezt Moncsi küldte nekünk. Aztán azt mondja, hogy én úgy gondolom, hogy ha a főnök megkér valamire, és én megteszem, akkor a szennyes nem illik kiteregetni, írja egy hallgató. Hát ez még igen. Igen, ez a betyárbecsület, hogyha már benne voltál a buliban, akkor... Vagy hát lehet, hogy most ez az üzletvezető kapott a bulvárúságtól 20 000 forintot, éppen rászorult. Igen. Én egy olyan büfében dolgoztam, ahol a tulajdonos kérte, hogy a műanyag poharakat mosogassuk el, és adjuk ki azonnal új használatra. Megtettük. Ez is milyen? Hát figyelj, de meg nem érted a herpeszt, tudod, az almádi strand. És még annyi a filléres egyébként, ugye? A rohadt életben valami. Másnap nyílik egy tuba rózsaszát szél. És az egész, nem tudom, kis család végigitte ugyanazt a műanyag porat. Bodzás mála szörpös. Hát a család még hagyján, mert az legalább érted hasonlóna, de ott mindenki más is abból ivott. Jézusom. Igen.
Fagyis voltam, nekem kiadták, hogy adjak kisebb gombócokat. Konkrétan megmutatták, hogy hogy kell lehúzni az adagoló kanálnak a szélét, hogy az kisebb legyen, és ne vegye észre a vevő. Ezt sok fagyisnál mondják, hogy annak van egy trükkje. Hogy van egy trükkje, hogy húzod le. Igen, úgy tudod megcsinálni, hogy még a kanál belül is üres. Ja, és nem, és nem, milyen gombócot kaptál? Ez a láthatatlan túrógombóc. Nagyon finom, kóstol, csak meg ödönked. Anya, nem érzek semmit. Nézd, egy belüles fagylalt kérget kaptam csak. Egy üres töltsét. De hogyha üres a kanál belül, tehát hogy valamit azért ki kell adnod. Hát igen, de úgy csinálod meg, hogy valahogy, ahogy ugye... bepöndörödik. Ja, hogy bepöndörödik, igen. Igen, ugye úgy kezded el húzni a kanalat, hogy a tégely végétől elindítod, de csak egy vékony réteget húzol le, szépen bepöndörödik, de belül üres a rizé gombóc maga. Igen. Menő. Azt írják, hogy Kozsó alkalmazottja kannaváró volt? Igen. Na jó. Na, hát ezt kikérem magamnak. Kozsó alkalmazottja volt kannaváró. Azt mondja, hogy Nádudvaron egy cukrászdában, nem mondom melyikben, a mai napig több hónapja kint van egy vajkrémes süti, amit ráadásul az alkalmazottaknak az ujjával kell végignyalni minden nap, hogy nem romlott-e meg. Jaj, de. Ez nyilván, igen. Ödönkem, hány hetes ez a süti? Három nyal végig. Igen. Az ujjaddal jó emlék. Mert az alkalmazottak nem tudják, hogy egy három hete ott lévő süti az már rossz. A fura alkalmazottak dolgoznak ott. Nem? Azért ezt igen, ezt nem biztos, hogy el tudom. És a minyonokat minden héten újra festik. Igen. Igen. Márka szervizes olajcsere. Olajszűrőt csak lazítsd meg, töröld meg tisztára. Fél litert engedj le, a többit hozd ide nekem, mondta a szervízvezető. Ezt nagyon sok helyről hallottam én is, ezt az olajos trükközést. Igen. Az a baj, hogy a motor teszed tönkre vele. Tehát, hogy ezt kétszer kell megcsinálni egy autónál, és vége a motornak. De ugyanazt viszed majd szereltetni, azt a motor. És akkor azt mondják, hogy gyári hiba, mi? Nem az olaj miatt volt. Igen. Azt nem tudjátok elképzelni, hogy mi mit csinálunk egy Király utcai pizzériában. Kedves vendég, maradék pizzáját recyclingoljuk a főnök úr kérésére. Hamupipőke sehol nincs a kukorica válogatáshoz, és a kukorica szelektálásunkhoz képest. A brokkolit volt a legnehezebb újra gondolni, használt szalámik a darált húsba. A mozzarella színű akármilyen sajt pedig csodákat tesz. Azóta nem igazán tudok pizzát tenni, ezt Kata mondta el nekünk. Az kőkemény. Igen, ez. Kiszedni a Songokuból a izét. Hát gondold el, meg nem, ott bemegy. Abból nem. A Songokuból miért nem? Sonka, gomba, kukorica. Hát, gomba, hát kukorica. A kukoricát, vagy abból már nem lehet? Mindegy. Ja, jó. Jó. Songoku sok helyen van, hát a Songoku minden. Songoku sok helyen van. Akkor capricciosa. Szóval, hogy ott leszedik a tehát valaki meghagyja. Megmarad a fele, és te kiszeded. Beviszik a tányért a konyhára, Jézusom. És van egy alkalmazott, akinek az a feladat, hogy leszedje? És akkor elmosod a kukoricát, egy kicsit visszarakod. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt el kell mosni. Minek, igaz, ugyanabban szólt. Te, aki megkapod azt a pizzát, nem veszed észre, hogy használt kukorica van rajta. Tényleg nem. Nem. A brokkolinál picit átlátszó lenne. Mert ugye ezt totálisan szétesik, meg szétfő, tehát ott nincsen újra felhasználás. Na de hát az új pizzán. Feri jegyzetei. Hát az új, hát egyébként tényleg az új pizzádon ez is. Ez megvan már neki CD-t. Ugyanúgy az új pizzádon is a brokkoli szét van menve, tehát akkor átadta, vagy már kétszeresen szétmenve, nem olyan igen, jó. De mi az még? Talán még az oliva. Még azzal lehet játszatozni. Az is megmarad. Kukorica, oliva. Mi van még, ami még így? Ezért egy csomót gondolkozom én is. Most, ha kikérsz egy köretet, nem nyúlsz hozzá. Hát ember legyen a talpán az étterem vezető, aki egyébként a frissen hagyott gőzölgő kis rizshalmot nem teszi vissza. Nem semmit nem vissza. Vesz, semmit nem veszesz fel. Hát de nem teszed vissza, hát abba bele izé, köphetett már, bármi lehet. Bár itt a hallgatók, megkérdezzük. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, nem mondd, hogy melyik pizzériáról van szó, jó? Tudom. Megérkezik a használt kaja, és arra van egy egység, aki ezt itt szétválogatja? Persze, hát az eredék szépen megmaradott a sajtot, hogyha így lekapjátok, akkor alulról ki kell szépen szedni a kukoricát, gombát. És ez utána megy vissza egy újabb, egy másik pizzára? Igen. Azért írtam, hogy sajtcsodákat tesz, mert hogy így leborítjuk a sajtot, azt szépen aláolvad. És mit tudom, én meghagyok egy fél szelet pizzát, azonban két szelet szalámi, akkor azt a pincér visszaviszi, és jöttök ti, és leveszitek a szalámit, igen, teszitek vissza a tálalópultra, és dobjátok is fel a következőre. Igen, és ezt éppen így kiadják, egy diák munka, úgyhogy csináld. És ezt te is csináltad? Tehát ezt láttad igen, a saját szemeddel? Igen. És adnak oktatórát, ahol elmondják, hogy ezt hogy kell csinálni? Hát így nem oktatórát, hanem úgy, mikor visszajön, először ott vagy, és akkor visszajön, akkor szépen így elmondják, hogy hogyan, és mint. Az, amikor nem volt.
csak a kislányom beszélt. Édesem, és te még ott dolgozol? Nem, ez diák munkányom. Ja, diák munkányom. Egyetem alatt, igen. De kemény. És mi van, amikor berendelik az alapanyagot a hó elején? Akkor kellene 30 kiló a sonka, meg egy doboz kukorica. Egész hó. Hát persze. Az hát, hogy az is kerül rá. Ki dönt arról, hogy ez még, tehát én félig bereharapok egy szalámiba, az is visszamegy jótékony, egy sajttal letakarva? Vagy az már, tehát voltatok annyira kegyesek, mondjuk, hogy a beleharapott szalámi már nem ment vissza? Hát persze, kinek mi, amikor még fordul fel a gyomrod, akkor azért úgy döntesz, hogy na jó, akkor most. És a brokkoli mondjuk? Hát az, amikor egy kicsit keményebben megmarad a brokkoli, akkor azt így ki kell kapkodni. És akkor erre vannak ilyen kis tálak, és akkor úgy szépen megy vissza. Atya úristen! És ez híres pizzázó. Hát igen. Úgyhogy én kicsit az volt, hogy a pizzát, hogy távol tartom magam, meg ami sajt alatt nem látszik, az is egy éttermekben azért meggondolandó. El is mentél gyorsan szülni, mi? Mondtad, hogy na jó, hát ha ilyen ilyen szülök három gyereket, és soha többet nem dolgozom. Köszi, hogy elmondtad nekünk. Ciao, hello. Kukorica, ez tényleg egy csodálatos alapanyag, hát ez még normálisan megemészteni se lehet, tehát, hogy azért az. De és amikor én bemegyek elédenni ebbe az étterbe, lenyalogatom a kukoricát, én csak leszapogatni szeretem, és visszarakom akkurátusan, és te jössz mögöttem, és kérsz egy extra kukoricás pizzát, azért annak nem örülsz. Szereti a család. Igen, és tegyenek neki szalámit is. Nagyon szeretem a szalámit, és a kukorica a kedvence. Úristen. Ja, vagyok arra is kíváncsi lennék, hogy egy 4 sajtos pizza hány sajtot látott, tehát, hogy... Amit előtted a vendégevet. Egye meg ön is azt, az ön előtt rendelő vendégevet. Úristen. Na játszunk! Köszönjük az SMS-eket. Hát nem csalódtunk tulajdonképpen, nem voltak illúzióink. Lezárva ezt a témát, nagyjából ilyen SMS-ekre számítottunk. Játszunk, már is itt van egy hallgatónk, a kérdés mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mi me? Aki válaszol... Halló! Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó. Hello, Szilvi! Szia, Szilvi! Honnan hívtál minket, Szilvi? Bocs, Balázs, Feri, sziasztok! Hello! Pécsről hívlak benneteket. Honnan? Pécsről hívlak benneteket. Pécsről. Már nagyon vártam, hogy játszunk. Pénteken szeretem volna, de nem jött össze. Balázs, rögtön összél. Na, nem baj, most sikerült. Ja, igen, ott elve kicsit megcsúsztunk idővel, és akkor előtte volt egy sztorit mesélő emberünk, ja, és ő maradt játékban. Ja, és ő maradt játékban. Ja, és akkor te voltál az akkor kiesett játékos. De hát mi nem hanyagoljuk el az ilyen embereket, hanem akkor visszahívjuk őket. A következő adásban játszanak. Jól van. Oké, válasszál, akkor áll a tárgy, híres ember. Hát tudod, minden van. Igen, legyen az állat. Állat, nagyon jó. Indítjuk az órát, figyelj, fél perced van. Náromrok. Náromrok. Ez az állat. Kormorán. Ennyi. Hát ez hogy megy a játékosainak? Jó vagy. Egy nehezen induló játékból heti egy vagy esetleg nulla kiadott ajándékcsomag után 5-ből 5. Nem? Múlt hét is végigment, igen. Mindenkinek állt az, hogy ez a kormorán volt, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Megvan az ajándékcsomag. Ennyi. Nem is örülsz. Úgy telefonáltam be, illetve úgy küldtem az SMS-t még pénteken, hogy egyáltalán nem számítottam munkászok, és most nagyon örülök, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Csak a hétvégén a látványos eufória elmúlt, kihűlt talán. Hát jó, az 4 nap érted. Hát azért egy kicsit aláfagyott, de most nagyon örülök, és örülök, hogy hallottam a hangotokat, és minden jót minden Klassz FM-es hallgatónak. Drága vagy, köszönjük, puszi. Ciao. Hello. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és már is folytatjuk. George Michael is meghalt, kérdezi valaki, nem? George Michael jól van, igen. Csak egyszer csak így beúszott jobbra. A 8-ason megérkezett ez a Too Fucky című. Jó, érjük, de most nincs ez esemény. Nincs vele baj, nem mondtam. Jó, én csak mondtam, hogy 80-as, nem, ez már 90-es, nem? Én nem emlékszem, csak azt tudom, hogy a jó csajok voltak a klipben. Kamaszként az nagy öröm volt. Talált a zenei szerkesztőnk az egyik szekrény hátra egy régi
régi Bravót is mondom. És ahhoz még volt egy... Basszus, ez első volt a 87-es Bravó listán. Ő egy híres énekes. Egy George Michael single volt is. Egy kis mini CD-n. Emeltesen a 133-os kilométernél Budapest irányába mérnek, kutyavítás miatt kitették a 100 km/h korlátozó táblát, mindenki vigyázzon. 81-esen trafiznak Fehérvár előtt a Tavaknál elbújva, a Győr felől jövőket mérik. Buszos küldte nekünk, 51-es útszigethalmi elágazás, két kis terautó ütközött, elég nagy a dugó, ezt Róka küldte. Halvány, fogalmam sincs, mi van a Rákóczi idon, mert én dugóban ülök Debrecenben. Köszönjük szépen! Szupertrafinál 3-as ütközés a belsőben, a buszsáv járható az M5-ös bevezetőn, emiatt van dugó, ha esetleg érdekel benneteket. Ezt is SMS-ben kaptuk egy hallgatótól. Köszönjük szépen, valamit az M7-esen, a 92-es kilométer körnél Siófok irányába készülnek fotózni. Most rakják ki a háromlábút, vigyázzon mindenki. Kisvárdán a Mátyás király úton drága fotók készülnek szintén, és a budakalászi Obinál a körforgalom ma reggel is elesett, iszonyatos a dugó, ezt Tintás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tintás Barnes, emlékeztek a nevére? Tintás Barnes. Egy jó kis Dallas. Nem, megvan? Az Tintás Barnes. Az egyik legjobb szereplője volt. Nem volt sokat benne, hamar nem. Meghalt ő, ugye? Ő volt Cliff Barnes apukája, Pamela. A Tintás. Pamela nagypapája. Ezeket te így fejből az összes családi köteléket, mi volt ez? Én erre emlékszem. Csak utat tör magának a fejem. Ugye? Ez a sok jókai, ez a sok olvasás. Hát nézd, hát azért. Na akkor most a baradlaiakat légy szíves ugyanígy. Szóval Tintás Barnes. Barnes. Ő volt Cliff Barnes apukája, így van, és Cliff Barnes volt Pamela. Nem, várjál, Pamelának a tesója volt a Clive, rosszat mondok. Hmm. Ő az apjuk volt. Aztán hogy összevesz magaddal. Igen, éreztem, hogy valami gyanús ebben a sztoriban. Igen. Olyan vagyok, mint Hajdú Péter az új műsorában, csak önmagamat érdeklem. óriási őrület volt annak idején. Dallas? Hát. Csak a Móniék például vették kazettára. Vették kazettára, és vissza is nézték újra. Őket. Simán. Nem voltak hajlandók egyetlen részt sem kihagyni. Imádták. Hát persze, hát akkor még nem volt ennyi sorozat, meg ennyi minden. Akkor megkaptál egy ilyen amerikai sorozatot, és imádtad, igen. Baleset van, ezt most kaptuk az M5-ös autópályán Budapest felé. A 102-es kilométer kőnél egy sávon megy a forgalom, és az M7-esen van még egy trafi. A Balaton-Szemesi felhajtó után Budapest felé trafiznak a 100-as korlátozó tábla előtt. Azt mondja, hogy szép napot kívánok, nekem rossz a kedvem, nyűgös vagyok, rossz az idő, én is dolgozom, bár azt mondták a régi öregek hétfőn még a fűsenő, ezt Erzsó küldte nekünk. Igen, most nekünk nincs olyan szokásos nyomott hétfői hangulatunk, nincs. De az időjárás az valóban nyomott. János azt mondta, hogy hétvégére alakul majd valami. Így van. Egy kis eső. Egy kis eső, igen. Alakul majd valami. Pici eső. A héten nem fog esni, hétvégén viszont szakadó eső. -3 fok. Felhőcskéket látok, de esőcskét azt nem. Esőcskét nem. Ez jó hír. Így hívott, hogy felhőcske és esőcske? Felhőcske, esőcske, mert így jobb. Igazából felhő is, meg eső is lehetne, de így most próbálok tompítani rajta egy picit. És akkor azt gondoljuk, hogy keveset fog esni, ha esőcske. Esőcske. Milyen volt a Trónok harca, mondjátok már nekem? Fennmaradt valaki, Ferita, ugye kiesel? Nem, most se tudom, mi az. De azt se tudod, mi az, így van. Nem tudok egyrészt megnézni semmi. Ből, mert megőrülök, hogy utána mi következik. De akkor én most csak várok 4 hetet, addig, amíg le nem jön az első 4 rész, és akkor ülök neki. Mert hogyha csak egy részt nézek meg, akkor konkrétan kinyírom magam a végén. Még akarom, nem tudok várni még egyet. Én képtelen vagyok arra, hogy sorozatokat nézek a saját tempójukba. Tehát megvársz egy párat, és utána megnézed. Én is azt hiszem, így fogok tenni, hogy nem. Most egyrészt megnézel, és kiderül, hogy mi van Howard Jordan, meg nem tudod folytatni, és akkor ez ne nem jó. És ne spoilerezzen senki, mert egyrészt rögtön fekete listára kerül, soha nem fog nyerni nálunk semmit. Soha a büdös életben. A telefonszám alapján megkerestetjük. Azt nem tudod megcsinálni, hogy az előző évad utolsó 3-át megnézed, meg ezt a mostani 1-et, az is 4. Nem rossz. Szoktam egyébként ezt csinálni. Kicsit így vissza. Szoktam, hogy az utolsó részt az előző évadból megnézem, és utána még 3-at. Ja, hogy de akkor ahhoz is kell. De nem, ahhoz is kell. Fú, de nagyon rá vagyok gyógyulva, nagyon kíváncsi vagyok rá. Tévésztetek hétvégén egyébként? Néztétek az újonnan induló műsorokat, régieket, Nagy Duettet, Hajdút, mit láttatok? Belenéztetek ebbe abba? Volt valami kis tévézés, rossz idő volt, ilyenkor az ember tévézik. Hát a Hajdút azt néztem. Igen, na és? Mert én is belenéztem. Úgy igazából kellemeset hasznosan, mert így nyújtottam egy kicsit futás után, és akkor így be volt kapcsolva a tévé. Aha, de olyankor meg úgy sem látsz, mert hogy ráhajolsz. Vannak olyan pozíciók, amikor nem látom, de ahogy hallottam, igazából nem vesztettem sokat. Hát igen, én is megnéztem, kíváncsi voltam. Mert én minden újonnan induló műsort egyébként megnézek.
Tehát, hogy engem érdekelték a TV2 és az RTL. Bármi bárkit indít, azt megnézem. Hát egy részt belőle, mert aztán nagyjából tudom, hogy miről szól a többi. De hát láttad? Te is nézted? Igen, én megnéztem. Én sokkal jobban szerettem azt a Hajdú Pétert, aki tudott egy kicsit komolyabban beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez a fajta szórakoztató ipar nem a Péter szakterülete. Na, ez tökéletesen jól látod, szerintem. Hogy én nem akarom az ő ilyen riporteri kvalitásait feszegetni. Ez egy kiváló riporter. De ezt akartam mondani, hogy amikor komoly téma volt, amikor kicsit ott letámaszkodott a frisbee asztalára és bekérdezett, az nagyon jó volt. Ez a műfaj, amikor ottan szórakoztatni kell, ez szerintem nem az övé. Akkor ott volt egy ilyen műbalhé, hogy a Bocskor beszólt a Cseke Katinkának, aki bejött, és azt mondta, hogy ő nem emlékszik erre. Tudod? Tehát Bocskor Gábor sem emlékszik rá, tehát, hogy egy első showban, amikor először csinálsz egy showműsort, egy olyan sztoriban robbantani, ami nincs, az tudod, például amire szerintem... senki nem emlékszik, és senkinek nem fáj valójában. Hogy van egy ilyen, hogy casting előzetesen, amikor ugye megkérdezik a résztvevőket, hogy miből lehet műsort csinálni, ez nem titok, bárki elmegy egy normális interjús műsorba, ott előtte ugye őt lekasztingolják, ezt mi is csináljuk az interjú alanyainkkal, hogy tudja a műsorvezető, hogy merre kell menni. Itt ezt nem kérdezték meg, hogy gyerekek, ne. Volt konfliktus? Pont egy jó pontja volt a műsornak, igen, amikor abból ott ki lehetett volna hozni valamit. Igen, és akkor legalább ebbe kapaszkodni. Amikor megkérdezte a Gábort, ugye, a Péter, hogy most így, hogy miért szerinted kövér, Katinka, és azt mondja, nem, de hogy. ott lehetett volna. Tehát, hogy lehetett volna egy picit tökösen. Én ezt a karaokét nem nagyon éreztem. Ott a karaoke az egy Tonight Show-ból átvett, igen, az egy Jimmy Fallon. És azt nézd meg, küldök át neked eredeti linket. Tehát amikor Jimmy Fallon behívja Tom Cruise-t, és ennek a karaoke-nak neked az összes eredeti. Tehát az, hogy nem értették meg a Péterék, ez valójában miről szól. Tehát ez nem arról szól, hogy te ott fél percen keresztül csak, és az, hogy hosszú is volt, mert elnyomták majdnem az egész dalt. A Jimmy Fallonék ezt úgy csináltak meg a Tonight Show-ban, hogy ugye kb. Fél perces dalrészleteket kell elkaraokizni, de úgy, hogy nem te énekelsz, viszont egy az egybe át kell adnod az előadót. Tehát ha Beyoncé-t kapsz, akkor Beyoncé-t, ha Tom Cruise megkapja, nem tudom kit, Elvis-t, vagy nem tudom, Prince-t, akkor úgy kell neked karaokizni, de valójában nem énekelsz, aha, csak letátogod a dalt brutálisan jól. Ez is meg a telefonfülkés is egyébként Jimmy Fallon Tonight Show-ból átvett történet. Megnéztek két létájtot, és átemeltek két játékot, és ugye el kell karaokizni. Igen, de nézd meg, ahogy Tom meg a Jimmy Fallon ezt csinálja, az valami elképesztő. Hogy a vendég zsenialitása nélkül ez sem működik, tehát nem lehet ez bárkire ráosztani, ezt a szerepet, hogy játssza el, vagy hívják ott, játssza el Beyoncé-t. Érted? Tehát, hogy hiába, hogy adott esetben... Ezek átemeltek voltak, igen. Igen, a telefonfülkés is, meg ez is. Ne, én az a baj, hogy szerintem ez a műfaj Magyarországon egész egyszerűen nem működik. Ezt egyébként mi is megtapasztaltuk. Így van, nekünk sem ment. Felesleges is megírni. Abszolút, persze. Te figyelj, a Wunder nekünk egy nagy tanulás volt, és rájöttünk, hogy igazából ebben baromi kevés ember alkalmas, de nem is csak ezért. Tehát ahol az első vendéged neked Berki Krisztián, az hülyen mutatja azt a fajta állapotot, ami Magyarországon van, hogy ugyanaz a 25 arc megy körbe. Nincs, akit meghív. Tehát nincs, akit meg tudsz hívni. És ezek az arcok már baromi sok helyen voltak, baromi unalmasak, az összes manér, gesztus, mondat, ismerős, és ezzel mi ugyanúgy szenvedtünk egyébként az RTL oldalról, hogy egyszerűen a fele az vagy nem tud eljönni, mert nem TV2-s, vagy nem vállalja, mert színész vagy M1-es, vagy nem tud, vagy nem akar szerepelni, és egyszerűen aki eljön, annak már a nevé kimondás, akkor tudod, hogy 150-szer volt. Minden sztorit hallottál. A Bocskor sztoriait 26-szor hallottad, a Berki sztoriait 26-szor hallottad, a Gönci sztoriait még nem hallottad, ez egy jó vonal lett volna, de effektíve mindenféle aktualitást egyébként kínosan kerültek, tehát hogy szerintem az adja meg egy late night-ak a late night elemét, hogy foglalkozol aktuális dolgokkal, hogy az behozott, hogy megemlített, hogy rákérdezel, és ezt egyedül a Bocskornál éreztem, hogy megkérdezte ezt a kövérnős ügyet. De hogy olyan volt, mint a kínosan kerülnének egyébként mindenféle olyan jelenlegi aktualitást, amitől ez a műsor ez súlyos lehetne. Az, hogy a Berkihez most hozzávágsz egy kötek pénzt, meg tortát nyomsz a fejébe, szerintem ezen az ország egyébként már szórakoztatás szempontjából egyébként túl van. Tehát az egész műsor olyan volt, mint egy nagy modern névsor, nem? 10 évvel ezelőtt. Az. Díszlet, brutál pénz, nagyon nagy vakítás el van költve, de hogy alapjában véve igen, pedig a Péter egy kiváló riporter.
Igen, csak mondom, ez, ez nem az övé. Igen. Ja. De nem, és mondom, hát ezek az átnyúlt elemek, ezek jók lehetnek, meg ez csak ezeket meg rosszul csinálták. Annyira kagyi már ez a sok kereszt promóció, tehát hogy az, hogy állandóan azt látod, hogy valamilyen szempontból vagy a vendégek meghívása szempontból, tehát az, hogy konkrétan ki van benne a műsorban, vagy a belső kis kérdések, feladatok, stb., hogy állandóan megy ez a kereszt promóció, aminek az a lényege csak, hogy reklámozom azokat, akik egyébként... Igen, mert mindjárt megnézed, a Kassa műsorában tulajdonképpen Csekely Katinka volt a vendég, Bocskor volt a vendég egy csomószor. Tehát, hogy ugyanezek a vendégek mentek. A Tibiében több eredetiség volt, mint ebben a műsorban szerintem. Igen, tehát meg a Tibinek jobban is állt. Tehát a Tibinek azért erősebb a személyisége. Tehát a Péter személyisége a mi interjúban kiváló. Ha tetszik, hanem egyébként nyugodtan kimondhatjuk, vagy legalábbis nekem ez a véleményem, hogy Hajdú Péternél sokkal kreatívabb Kassa Tibor. Igen, igen, tehát hogy a kreatív ötletek abszolút hiányoztak belőle, tehát egy ilyen nagy modern népsor volt, és azt látod, hogy vendég Bocskor Gabi, Csekély Katinka, Berki Krisztián. Hát ezt már láttad 26-szor, de ez nem a TV2 vagy az RTL hibája, hanem egyszerűen ez egy pici ország. Tehát Jimmy Fallon a 365 világsztárt hív meg a műsorába, akkor is még ott van egyébként, minden este leültettél egy világsztárt, és még mindig nagyon sokan nem jöttek el hozzád. Nem? Nálunk miért nem vállalják? És a Lip Sync Battle nevezető angol szájkarate karaoke műsorban bejön Tom Cruise, hát másnap igen. Meg bejön nem tudom, érted, Arnold Schwarzenegger, vagy nem tudom, és ott szájkaratézve elkaraokiznak valamit brutálisan jól. De ezt nem tud megcsinálni egy Gönczi Gáborral, de magyar meg Hajdú Péterrel. Miért nem vállalnak ilyesmit, vagy van egy réteg? Tehát amit mondasz, hogy a Tom Cruise elmegy, hát a világ egyik legnagyszerűbb színésze, érted, imádja mindenki, szeretik a filmet, elmegy és elkezd látogni a mizére, nem tudom mire. Nekünk a gyertekádban is jöttek egyszer-kétszer színészek, és ezt utána ők sokszor megbánják, mert hogy a színész társadalom nálunk egy ilyen nagyon rosszul gondolkodó, sokszor nagyon elitista, nagyon snob, a kereskedelmi tévézésre egyébként úgy tekintő, hogy ez ami ördögtől való, és aki oda elmegy, de ez a Stollal is mennyi bajuk volt, amikor elment, elvált egy reggeli műsorban, attól ő nem jó színész, de hogy nem kiváló. Tehát egy amerikai színésznek nem derogál elmenni egy NBC futó, mit tudom, Tonight Show-ba. Itt egy színész elmegy hozzád, mondjuk a Hajdúz egy gyertekáthoz, akkor kivetik magukból, hogy ő előtte magát a bulvárnak, és egyébként és kicsit, és igen, és kicsit lenézik ezért, aha, hogy egy ilyen kereskedelmi műsorban, hogy mennyire beteg, nem közben, ha egyébként, tehát miért ne mehetne el, miért ne érezhetne persze jól magát, miért ne lehetne ott is nagyon jó, ahogy a Rudolf elment a Fábrihoz, és kiváló volt benne. És nem mutasd meg emberi arcodat, hogy nem csak szerepet tudsz játszani, hanem te magad és nem volt ez a fanyalgás, igen, de hogy kicsit nálunk a színészek ilyenek, hogy hát a kereskedelmi, eladtad magad, jaj, de ciki, már nem is játszhatsz a Vígbe, nem tudom mit, isteni téletbe, vagy nem tudom, az Ózba, vagy nem tudom, a Centrába, mert akkor te most akkor már kereskedelmi tévés vagy. Én úgy vártam, mert úgy azt hittem, hogy most úgy... Én drukkoltam a Péternek nagyon. Én egy percig se hittem benne. De szemét vagy! Én azt hittem, kíváncsi voltam, hogy... Jani, most nem nevet. Na mindegy. Én kíváncsi voltam, hogy csinálják meg. Figyelj, ugye még egy dolog a nagy nyugati soműsorokhoz, meg az amerikai soműsorokhoz, hogy amit aztán még végképp nem szabad elfelejteni, amivel Magyarországon egyetlen műsor se rendelkezett, az pedig az, hogy egy akkora kreatív stáb van mögöttük, hogy ahol 20 író ontja egymás után a poénokat, a jobbnál jobb dolgok. Nem, kint. Ja. Tehát Jimmy Kimmel versenyezni. Jimmy Kimmel show-ja. Csak hogy mekkora különbségek vannak, és hogy sajnos ezt senki nem fogja tudni itt Magyarországon megcsinálni, és nekünk például a Wunder tökéletesen jó volt arra, hogy ne kergessünk egy olyan álmot, hogy late night, mert ez Magyarországon nincs. Tőled. Tehát egyszerűen nem tud megcsinálni. Jimmy Kimmel. Ugye jött ez a bizonyos dátum, amikor is Marty McFly visszaérkezett a jövő, 2010, most mi is foglalkoztunk vele. Tavaly, nem tudom, október 20-ben visszajött. Jimmy Kimmel kibéreltem a New York-i, nem tudom milyen színháznak a legnagyobb termét, konferál, és egyszer csak azt látod, hogy függöny el, és megérkezik Marty McFly, és az őrült gülüszemű feltaláló a DeLorean-nel. Begurulnak, őrjönk 300 ember a színházba, füst, megjelenik tényleg a doki, Marty McFly kiszállnak, ugyanaz a cipő, ugyanaz a kabát, és nem értik, hogy hol vannak. És rájönnek, hogy ők 2016-ban nyomnak. És elnyomnak egy jelentet úgy Jimmy Kimmel-el egyébként, hogy közben kiderül, hogy a Jimmy Kimmel tinderezik, meg gayline.com-on van, meg ilyen meleg oldalakon, és elkéri a doki a telefonját, hogy mit csinálsz te egy meleg oldalon? Mindenki őrjön, és közben a doki és Marty McFly előad egy olyan jelenetet. És nincs az, hogy nem megyünk el egy ilyen showban, nem akarunk szerepelni, míg ez derogál, de hogy nem, imádják. Szóval, hogy ezt nem tud Magyarországon megcsinálni sajnos. Mi sem tudtuk, nagyon kevesen tudták Freddy Fábri jókor, jó időben, de nincs is meg ez a fajta, nem tudom, egyszerűen
ember mennyiség, akit ilyen nevekkel, ilyen karakterrel tudsz megtölteni, és imádom a Gábort, imádom a Göncit, de hát szóval, érted? Igen, nem meg, tudod megcsinálni. Mindent róluk. Ha nem hozol világsztárokat, és szerintem 2016-ban egy ilyen műsort már csak úgy lehet elindítani, ha három világsztár ül nálad. Mert egyébként az, hogy tortával dobálod a Berkit, ez már nem érdekli az embereket. Már dobálták. Érted, hát ott a különbséget is megjött Marty McFly, és úgy ülsz, hogy ver a víz, és sikítozol te is a képernyő előtt, hogy basszus, bármit megcsinálnak, de jó nekik. Nem, mit akartam mondani, valamit elkezdtél? Ja, csak azt akartam mondani, hogy meg egyébként is, amit a Frédikus Sándor meghívta Jean-Claude Van Damme-ot, kit lehetne ide már meg? De gyerekek, azért a Frédi 20 évvel ezelőtt azért itt volt a Jean-Claude, és lerúgta a fejéről, és itt volt Ellen Dolon, és ki volt? Belmondó egyszerre, és magángépekkel hozott őket. Tehát akkor, ha az nagyon-nagyon nagy szó volt, NBA-ten nézték 5 millióan, nem is volt nagyon más, de hogy azért 5 millióan, tehát ahhoz képest, érted, szóval, hogy egyszerűen ma már nem tudod, és én azt hittem, hogy a Hajdú majd most ennyi pénzből hoz tényleg sztárokat, mert azért azt szívesen megnézed. Hogy folynak a tárgyalások. Tényleg. Igen. A Kabir pedig a műsorban hangzott el most. Magyarul várják a válaszimja. Ja. Igen. Ja, és én remélem, hogy holnap ebből megint nem az lesz, hogy Jani beszólt. Hát engem ez egyébként marha nem érdekel. Most értelmesen 10 percig egy tévéműsorról beszélünk, úgy nem csak mondom a bulvár képviselőnek, hogy kedveljük a Pétert, jó riporternek tartjuk. Szerintem kiváló kvalitásai vannak, ha komoly emberekkel kell komoly interjút csinálni, nagyon jól kérdezted, hogy ha már írnak, akkor Balázs beszólt a TV2-nek. Nem beszóltam, beszélgettünk értelmesen egy műsorról. Drága bulvár újságíró szaktársak, lehetőleg holnap. Lehetőleg holnap ebből a 15 percben ne ezt kanyarintsuk meg. Balázs beszólt a TV2-en. Eddig terjed. Csináljatok belőle egy negatív egy mondattal hírt, tovább, léci. Egyébként meg a Jani szólt be. Igen, én Balázs megdicsérte a Hajdút. Legyen egy ilyen. Tehát Balázs megdicsérte Pétert. Te miért tetszen nekem minden? Hát most nem az a baj, az a baj, hogy mindig azt mondja, hogy Balázs beszólt. Tehát ja. Te mondasz valamit, holnap Balázs beszólt. Persze, mert veled lehet eladni. Arra kikíváncsi, hogy a kis csávónak, aki az 50-es villamossal ingázik, meg a Ferencváros között, hogy mit számít, hogy mit mond. Ettől meg érted, az ember tartsa már fenn magának azt Ingen. A lehetőséget, meg azt a jogot, hogy ne tetszen neki valami. Én ezért utálom, hogy Balázs beszólt. De semmi más érted. Szinonimájuk nincs. Az, hogy üzen, mond, beszólt, beszólt. A sarkakat meg tetszik. Na, akkor egy-egy. Igen. Ja, Istenem, igen. Szóval, hogy igen. Hát jó, jó azért az amerikaiaknak ott tényleg. Brutális kreatív stábbal és brutális ember állományjal dolgoznak elképesztő költségvetésből, de nem minden valójában a pénz. Na, viszont ha már tévéműsor elemzés elemezhetünk, nem kell mindig témáznunk. Gyerekek, hát ma új mérföldkőhöz ér a televíziózás. No, na, mai este én ezt János, már nagyon ma este nagyon szerintem egy adag nachosszal, 6 kg avokádókrémmel és 4 cukorral leöntött csoki tortával fogsz leülni majd a tévé képernyő elé, mert az egyik kereskedelmi csatorna mesztelen randi műsort indít, azaz valódi kuki, valódi nuni, blőrözés nélkül. Ide jutottunk. Ide jutottunk, nincs kiblőrözve, eltakarva. Ádám csúnyája, Iva kicsi kis kikandikálója, nem lesz blőr. Nem lesz blőr a bőrön. Mesztelenül randiznak gyerekek, aki ezt bevállalja, azért az tökös. Élőben vador hideákat. Szerintem ott Milo vador hideákat, és kaktuszokat, és minden. És orosztrál szájokat. Szóval le a kalappal, aki el tudna egy ilyen műsorban. Én, ha stresszelek, én visszaugrom. Tehát azért ott, amikor rakják rád a portot, és elmegyek, hogy 3-2 egy adás, sétálj be a díszletbe, és megérkezel a kukiba. Én láttam az eredetiét, és imádtam. Komolyan mondom, nagyon vicces volt. Maga, tehát a szituáció. Ugye a kezdeti zavarodottságok, meg aztán, amikor meg már találosan természetesen sétálgatnak. Az is jó volt. De mit kell csinálni? Fiúk meg lányok? Van semmi. Tök ugyanazt, ami bármilyen más. Igen, itt semmi különbség nincsen e közt a műsor között, meg azok között a korábbi ilyen kis randizós műsorok között, amiket már láttál, hogy te elmennek valami nagyon szép helyre, és akkor ott forgat, és akkor mesztelenül bejön-e B vagy B-nek C, és csak itt a mesztelenül van. Azért ez vicces. Ehhez bátorság az kell. Nagyon komoly. Szóval elmenni Gézának, aki alattad lakik a harmadik rész társasházba, egy szál kukiba, másnap ott áll mellette a liftben, mert hogy velük találkozol. És megérkezni a siklóernyővel. Itt már karcol. És mutatnak lentről béka perspektívába, és közeledik, és nő, és egyre nagyobb, és Jézus. Azért ehhez komoly bátorság kell.
És szerintem a paniknak nagyobb, mert egy nő, ha levetkőzik, oké, most, tehát hogy valahogy neki kevesebb takargatni valami, nem tudom miért, azt gondolnám, de egy palira azonnal, ha ránézel, mindent tudsz róla. Hát így van. Egy nőről még nem biztos, csak az, hogy csinos jó alakja van. Mert ennyi pénzt kellene nektek fizetni, hogy elmenjetek azért egy mesztelen valóság. Semmit. Nem, azt mondtam, hogy ennél az én inger küszöbben már túlva, hogy mesztelen embereket nézett, tehát 40 évesen szerintem már azért, ha máson szocializálódsz, akkor azért már látsz az interneten durvább dolgokat. De itt úgy tudsz, ez egy legális kukkolás, ennek szerintem a zsenialitása, vagy a vonzereje a műsornak, hogy ugye a felnőtt tartalom nézése az interneten, az valóban már többet hoz. De itt az is benne van, hogy ők ezt átlagemberként vállalták ezt a sztorit, és ez egy átlag tévéműsor egyébként, idézőjelesen mondom az átlagot. Tehát, hogy az átlag tévéműsor a brutál, nem tudom, hogy karib világban mesztelenül randizol egy gyönyörű nővel, azért a magyarok nagy többsége nem. Nyilván, nem de hogy televízióban menő. Igen. Tehát nem kell rákeresned a felnőtt tartalomra a számítógépen, ami ugye kicsit ilyen fű alatt menős történet, hanem bekapcsolod a tévét, és ez van! Azért a Salesnek mikor kiadták, hogy keres ruhaszponzort, nem? Add el, nem tudom ezt elvonni, nem érdekel. Valami napteljes, hát mit tudom. Azért a sales bajban volt, rohadt életben mit értékesítjünk ezen. Szóval elmenek mesztelenül. Én nem mernék így találkozni egy nővel azonnal mesztelenül. Tehát emlékszem, te igen? Én igen, mert nem, tehát hogy nem a méreteim miatt, hanem az arányaim miatt. Mert az arányaim kifejezetten jó. Te maga vagy mesztelenül egy optikai csalódás? Igen. Tehát igazából nem vagy akkora, igen, csak a más méretéhez képest felnagyítják a méreteidet. Így van, és mindig bíznak benne, hogy nem az van, hogy nagyon közel vagyok, hanem közeledek. Mert csak kicsinek tűnik. És utána veled szembe Gabi mesztelenül, igen, és azt mondja, János. Én tudom, hogy amikor régebben randiztam csajokkal, és odáig ment a dolog, akkor is a második, harmadik, nem tudom, negyedik randi, amikor már tényleg úgy vagy mesztelenül, szex után nem kapsz azonnal boxer alsót, nem úgy mész ki, hogy már úgy nem zavar, hogy mit tudom, együtt zuhanyoztok, nem? Azért ez kell egyfajta gátlástalanság, így elmenni egy porttal a nyakadba, az operatőrök előtt megérkezni, igen, randira Évával. És nem nézek, és az az első mondat a lánynak, hogy hát remélem azért agya van. Igen. Ha már nem hús, legalább vér, remélem. Ugye, hogy azért ehhez komoly bátorság kell. És akkor mit csinálják? Mindenféle olyan feladatot, amit vicces mesztelenül? Persze, hát nyilván rájátszol. Tehát ülj egy kanopiba, és akkor ott majd az kicsit felnyomja az acsit. Első feladat, hogy menjetek el jetskizni, érted, együtt. Uh-huh. És az az első találkozásod egy lányjal, hogy ül a hátad mögött, és átölel téged, és mind a ketten pucéran ültök a jetskin. És a casting vajon hogy zajlik? Tehát bemész, nem tudom, a SZNTV csatorna irodájába a Szőnyi útra, ha mondjuk ott van, és a Szőnyi út harmadik emeletén egy finoman szőnyegezett, ablakos magát kis irodában le kellett vetkőzni, és azt mondták, hogy Gábor maga megfelel. Csak szép emberek vannak ott egyébként. Ott ültek hárman, és a casting bizottság, akkor vetkőzöl, ez volt a casting. Igen, szemüveg letol, maradhat. Igen. Na de ne, ura, ne vicceljem. Ne aranyos, következő. Lajos, légy, hogy termosztátot tekerd már föl, mert... Szóval ehhez azért komoly bátorság kell. Nem? Az is vagy komoly pénz. Ilyen határtalan exhibicionizmus. Mert nem ehhez vagyunk hozzászokva. Tehát, hogyha az lenne, hogy mondjuk egy átlagos, mit tudom én, egy átlagos ilyen természetbúvár műsorban, és mondjuk azt hallanád, hogy ezért, hogy megy a műsorvezető, és éppen arra mondja, hogy a karib térség jellegzetes növényei a kókuszpálmák, és egyébként full pucér, akkor nyilván az lenne a meglepő, hogy akkor következő műsor, várva van rajtuk, de hát nem ezt szoktunk. Hát senki nem mutatja meg magát így. Mondjuk az lenne a korrekt, hogyha a műsorvezetők is pucérak lennének. Ki van műsorvezető? Tehát a Horváth Éva vezeti a műsort? Vagy nem tudom, nem mesztelenül? Igen? Van műsorvezető? Hát elvileg nem egymással beszélgetnek. Hát mi egy narrátor összeköti? Nem, kell. Igen? Hát van az eredetben, van műsorvezető. És az ruhában van. Nem mesztelen. Tehát de az lenne a fair. Nem. Amikor a műsorvezető mindig is kicsit hát, amikor veszik szemből a játékosokat, műsorvezető kicsit hátul van, és akkor ott egy popper, ott... Istenem, de jó, hogy ezt nem az RTL csinálja. Bali, nézd meg a szerződésedet, ezt most be kell vállalni, és ott állnék pöcsben. Így van. Sziasztok. Tudjátok, meg kellett vállalnom. Három menitán, egy igen.
Vagy három nemed, erre most igen kell mondanod. Bali, irány Mexikó. És ott állok, tudod. Nagyon fehéren, tudod. Rettenetesen kiszolgáltatott állapotban. Kezdődjék a párbaj. Atya úristen. Na jó, hát egy kicsit tévéműsoroztunk, meg kíváncsiak vagyunk, hát megnézzük. Fél kilenc volt, pontosan 6 perccel, nem sokára játszunk, jó? Úgyhogy mutatjuk, mi lesz a hármas ugrásban. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk mindjárt Ákos híré után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan. 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis dal ez. Azért Tina nagyon tud énekelni. Tina nagyon tud énekelni. Igen, ezért tegnap jól nyomták. Tegnap előtt? Tegnap jól nyomták. Igen, a Hevesi Tamásiknak volt ez a dal. Hú, nagyon, az rendben. Hát ebben a műsorban nem szeretem a jó produkciókat. Tudom, hogy ez téged kifejezetten idegesít. Nem szeretem, ebben a műsorban, igen, tehát ebben a műsorban unalmas, ha valaki jó. Tehát ebben a műsorban az a jó, ha te béna vagy, rosszul énekelsz, és rossz hangod. Lásd Schobert Norvi. Ne, tehát ez a műsor arról szól, ha valaki jól elnyomja, az kevésbé szórakoztató, de ez mondjuk kivételesen jó. Láttátok? Ezt a dalt elnyomták a Hevesiék. Ez szenzációs volt. Hevesiék, ezt én énekeltem először a nagy duettben a Verocskával. Jó? Tényleg? Hát ezt te is elnyomtad? Ez volt a nyitódalunk, és mi kaptunk egyedül maximális pontszámot. Igen, az első adásban mi voltunk a vége produkció ezzel a nótával, és imádtam. Nem emlékszem nagyon, már. Hát nagyon nagy baj, majd átküldöm. Jó? Jó? Hát köszi. Jobbak voltatok, mint tegnap a Hevesiék? Jobbak voltatok? Nem tudom, én nem láttam, de majd megnézem. Én nem szabad jónak lenni. Nem. Ez kilóg a lóláp, ha jó vagy. Idegesít, ha valaki jó. Kivéve tényleg ez egy jó produkció. Ezt nem látta az eredetiét, illetve a sajátját, azt még nem hallotta a Feri, nem merték a fülére adni. Igen, azt mondták, hogy figyelj inkább. Feri, legyél bátor, énekel. Te legyél nagyon bátor. Nem, ezt nem szabad komolyan menni. Ebben a műsorban az a jó, ha valaki rossz. Nem énekverseny. Mit? Nem az a lényeg, hogy kinek van jobb hangja. Igen, de ez a dal minden esetre zseniális. Gyorsan egy-két közlekedési ír, mielőtt mutatnánk a beugrót. Püspökladánynál a 42-es kivezető szakaszon Karcag felé mindkét irányban igazoltatnak. A VPOP is kint van. Ezt Jutka küldte nekünk, úgyhogy vigyázzon mindenki. A Tolcsfeje elágazásnál lévő benzinkútnál most álltak be Csíkosék fotózni. Ez a 37-esen van, úgyhogy ott is vigyázzatok. Aztán Beretyújfalú előtt trafi van, ezt Retek küldte nekünk, és M3-as 264-es kilométerénél Záhony felé szintén mérnek, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Még egy trafi M7-es 135-ös kilométerénél is most rakják ki a vasat, vigyázzatok. És a Szekhalmi elágazásnál két kis terautó ütközött, elég nagy a dugó, ezt Róka küldte nekünk, ez egyébként az 51-es úton van, úgyhogy ott is dugóra lehet számítani. Ágászi szavazhat a Norbira? Már csak így kérdezem, hogy mint ha Ágászi letölti a TV2 applikációját, akkor simán. Jobbra húz, balra húz. Noibi. Nyomtam járt egyet én is. Noibi. Hát ment. Innen, Ágászi otthonomból. Noibi. Az megvan, hogy Ágászi ül a képernyő előtt is nézi. Valahogy letölti online és szavaz Norbi. Let's go partner. Már nem partnerek. Már nem partnerek egyébként. Igen. Nem. Igen, Noibi. Norbi kihátrált. Igen. Igen. Jéka, Ágászi elment már, ugye a vicc? Uh-huh. Igen, nem tudom, de már nagyon liek. Igen. Igen. Na, egyébként a Norvi jó. Ágászi elment már. Már igen, és a részvényesek. Igen. De Norvi jó ebben a műsorban. Tehát kellőképpen rossz, hogy jó legyen. Na, szóval azt mondom, ő hát a kedvenced. Figyelj, hát ez a nagy duett erről szól, nem? Hát, igen, kicsit. Szerintem halálosan untat a Demcsák meg a Keleti Andi. Elnyomják, tök jobb, és rá meg kell ott. De alapjában semmit. Bár a Demcsák tegnap nem volt rossz egyébként. De hogy így rossznak kell lenni. Rossznak. Te is túl jó voltál. Az mert akkor jó túl jó voltál. Akkor jó, hogyha valaki nagyon-nagyon rossz, tényleg nagyon tehetséges, és izomból mindent belepakol, és látszik rajta, hogy nagyon akar, és egyre kevésbé megy neki. Viszont akkor a Nika jó. Milyen jól énekel, gyerekek? Atya úristen, mindig megállapítom. Ő nem egy dal, Nikasz. De, a Nikasi Peri menő. De melyik ebből a családból? Ez a Nikasi Peri, hogy ennek. Nem, tehát, hogy milyen kiváló énekeseink vannak azért, nem? Szóval tényleg, a Hevesi, a Keresztes, a Nika, hogy milyen torkú emberek dolgoznak itt nálunk. Hihetetlen jó énekes. Megmutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrásra? Uh-huh. Figyeljen mindenki. Ez a beugró hármas ugráshoz. Jézus Isten. Fú. De ezt még egyszer. Kicsit kapkodós. Ezt még egyszer.
ha a végét megírja nekem valaki. Genesis, segítek. Kösz. Na, csak hogy nem maradj. Jó, ne fáraszthetek magatokat. Igen, ezt hiszem nem ér elküldeni, Bali, egyet kipipált. Ne elküldjetek nyugodtan. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Ez a beugró. Jó, hármas ugrása, ha szeretnétek velünk játszani. Többen kérdezitek már, hogy mikor jön majd az a játék, amikor is Barcelonában lehet velünk elutazni egy Barca meccsre. Erre még azért picit várni kell. Itt már lehet hallani különböző dolgokat a reklámblokkban, de még egy picit erre várni kell. Jó? Tehát hűtjük a kedélyeket, csillapítunk, mindenkit lesz ilyen játék. De mindenki nyugodjon le még egy kicsit. Csodában hűtsétek. Nem folytatjuk, már holnap megírják. Szóval mindenki hűtsön le, mindenkit lesz ez a játék. Megyünk majd együtt Barcelonába, de még nem kell rájelentkezni. És imádni fogjátok ezt előre borítékolva, tényleg. Imádni fogjátok ezt a játékot. A nyereményétől függetlenül nagyon-nagyon szórakoztató lesz. Ahogy Norbi mondaná, három nap. Három nap. Még egy kicsi hányni kell. Hány, tehát azt tisztes így. 4 perc a pontosan. 9 óra, várjuk a friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most! Leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Azt írja egy hallgató, egy jó kis én csomá. Én csomá? Én csomá. Jennifer Lopez. Igen, jó kis én csomá. Ez volt a dal címe. Én csomá. Jennifer Lopez mától én csomának hívjuk. Nagyon jó, már lehet a rendszerbe. Egy címét én csomára. Én csomá. Nagyon jó. Na, hát itt vagyunk. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Hétfő van, marad a rossz idő. Nem ijeszgetés, csak hát egyszerűen reálisan próbáljuk látni a helyzetünket, hogy a héten nem javul a dolog. Holnap lesz egy kis napsütés elvileg, de a nyár, vagy ez a koranyári idő, ez csak hétvégére jön majd vissza. Úgyhogy végülis tulajdonképpen ilyen az április normálisan, amikor nagyon szeszélyes, hideg-meleg, csak igen. Ugye az előző 3 hét kicsit elkapatott minket, és már azt gondoltuk, hogy hát már itt a nyár, mert hogy megbolondult az időjárás, de inkább ez a normális, ez a 10-15 fok áprilisi szeszélyes időjárás, mint a 26 fok fenn március végén, április elején. Tudni nem? Neki örülni a 26-nak, de nem normális. Nem. Majd legyen 2 hét múlva 26 fok. Amikor is indulunk kitelepülésünkre, így van. Ez az! Országjáró turné. Nagyon jó. Szombathely, Székesfehérvár, Szeged, Békés Csaba és Karancslapújtő. Így van. Ezt már így tudjátok fejből? Az összes helyszínt? Azt, a Karancslapújtő az nem. Nem, azt tudom, azon én is meglepődtem most, hogy ez így a fejetekben van. Az Kazincbarcika. Így. Én majd megyek a többiek után, de hogy ez így majd szólunk, mi szólunk, hogy hol vagytok. Én már nagyon várom. Én imádom a kitelepüléseket egyrészt, másrészt meg egy csomó olyan helyre megyünk, ahol eddig még nem voltunk. Legalább 2-re. Úgy könnyű, érted, aki vasárnap egy forró csókot lehet családja homlokára, és pénteken így köszönti őket újra, tehát a balekok ingáznak, hazajönnek, altatnak, visszamennek, és 4000 kilométert mennek egy hét alatt, érted? A profik viszont puszi, édesen, puszi, vasárnap elköszön, pénteken újra köszön. Hát így könnyű. Mindig, amikor elindulok otthonról, utána szokott szólni telefonon, vagy egy SMS-t küld Móni, hogy legalább a látszatot tarts fenn, légy szíves, hogy nem örülsz neki, hogy el kell menni, mert már a kapu... Ez a te eter. Meg tudod csinálni, irány a pályaudvar. A táskád, itt maradt a táskád. Csak egy darás. Egy rohadt darás. De egyébként kivételesen jönnek velem. Egész évben. Végig. Hülye vagy. A francokat. Mi van? Papucs lettél te is? Emelik, hogy én az vagyok. Ne, Szombathelyre, mert nagyon szeretjük a helyet, és szerintem előtte már odaugrunk egy kicsit. Igen? Persze, egy kicsit leigázz. Mi lesz? Benyomtok egy krémest valami brutáló cukrászdába? Fogadjunk, ez a szombathelyi program. Egy megvan. Van ott valami nyambat, várom, amit meg tudtok még nézni. Skanzen. Gyönyörű szép. Nagyon klasszul hangzik. Azt mondja, hogy... Az én számból úgy is. De hát életben már van egy némi pici bizonytalanság. Igen, éres kanzerről beszélek, beperelek hiterotásért. Tehát én nem tudok akkor örömmel beszélni erről. Komárom végén az M1-es felé mérnek a rendőrei. Manitu küldte nekünk. Szödligeten szintén kint vannak a dekások, üzeni Rico. Szigethalmi elágazásnál van egy baleset az 51-es úton, és nem Szeghalomnál, Bali. Majdnem ugyanaz, de mégsem. Jó, én azt mondom, amit írtok, nem gondolok bele, hogy most Szeghalom van-e az 51-esen, vagy Szigethalom. Engem nagyon könnyen félre lehet vezetni. Tehát kérdés nélkül, ellenvetés nélkül
beolvasom, mint írtok, nincs a fejemben egy ilyen pirosan jelző GPS, ami azonnal helyezít, hogy 51-es nem Szigethalom, hanem a Szeghalom, vagy fordítva. Írjátok jól, és akkor azt mondom. M1-es, Hegyeshalomnál határellenőrzés Bécs felé alakul a sor. Bakerman küldte nekünk. Aztán, igen, köszönjük szépen, igen, Hegyeshalom kezd beállni, elküldte más is. Orda csehi pihenőnél szintén trafiznak, úgyhogy ott is vigyázzatok. Püspökladánnál a 42-es kivezető szakaszon Karcag felé mindkét irányban igazoltatnak, Beretyújfal elől trafiznak, Záhony felé trafiznak az M3-ason. Hát úgy látszik, hogy ez a speed maraton, ez nem akar. Nem akar megszűnni. Túltoltátok, srácok. Ezt túltoltátok, igen. A nagy sikerrel való tekintette. Igen, kiderül, hogy ez egész évet kint töltik. Na! Csukottam. Majdnem földgyűjt. Igen, ilyenkor mi maradj le. Elmorfolok egy halkimát. A fájár büfi. Semmi, csak csuklottam egy. És azt nézem még, hogy igen, a 81-esen trafiznak Fehérvár előtt, a Tavaknál elbújva, a Győr felől jövőket mérik, ezt buszos. Buszos küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, srácok. Mond, vaj, mi az? Mondtam, hogy befenyítettem egy cukrászdát. Jaj, ne léci! Nem vár. Már megint, de ízért fogadjuk e-mailes. E-mailes. Térdre kényszerítettél, bezáradtál egy cukrászdát? Hogy mi történt? Az van, hogy igazából hallgattam rátok, mert mindig azt mondjátok, hogy ne így, hogy mi ez a telefonálgatás, meg mi ez a, hogy hívják is, otthon morgolódás, vagy ilyesmi. Úgyhogy szépen kocsiba vágtuk magunkat, oda mentünk. Várja, kezdődött. Mi kell kocsiba elmenni? Mit rendelitek? Azt sütit haza? Igen, meg, tehát hogy először nem, ott nem, voltál, nem? Hát én nem én voltam, hanem anya és baba elmentek ugye sütit vásárolni, hogy legyen nekünk a kis, nem is tudom, szombaton, a szombati ebéd utára egy kis desszert. Hát legyen és valami jó anapban. Persze, valami történjen már, basszus. És hazajöttek, és akkor hát nekiláttunk falatozni. Az eleje még így jó is volt, picit hideg volt ugyan, amiből éreztem, hogy mivel nem parfétortáról van szó, éreztem, hogy ez hűtős termék, de nem mondom, akkor ezzel nagy gond nem lehet, legfeljebb, mint tudom én, egy nappal korábban megcsinálták, berakták a hűtő, nem volt rossz. Igen ám, de amikor a következő adagnak neki láttunk, tam, de már legalább fölhúzza magát, és visszamegy. Már gyanús volt, és hát srácok, állott volt a süti, legalább két napos volt, úgy érzem, és akkor, amikor mondjuk a piskótán kopog a villa, amikor megtapogatom így a kis végével, a kis hegyével, akkor azért, na, ott elszakadt a cérna. Na, de milyen, amikor a vadon család felhúzza magát, és azt mondja, anyjuk, add a szuszkulcsot, indulunk, virág! Kösd be magad, megyünk, és elindul a vadoncsalád bossz után egy cukrászdába. Az hogy néz ki? Nem, hát ők nem húzzák fel magukat, Virág pedig a Virág megtörli ilyenkor, azt mondja, na jó, van, hogy ebből nem. Tehát ilyenkor te mész egyedül, vagy az egész család megy hátvédnek, hogy kell ezt elképzelni? Anya kénytelen velem jönni, hiszen ő vezet. De ő nem megy be. Nem akartam villamosozni. És ő tartja a tüzet, hogy a kocsiban azért még legyen lendület, hogy nem újjon el a harag? Nem kell, annyira pipa lettem, mert ugye ez sokadik alkalommal fordult elő, és hát megmondom őszintén, hogy én már egyszer-kétszer váltottam levelet az aktuális üzletvezetővel, meg menedzserrel, ennél a vendéglátóipari egységnél. Ezt nem értem, hogy egyszer eszel valamit rossz. Ötször elmondtam, ne menj oda, ne légy Balek. Elmész másodszor, házhoz mész a pofonért, megér rosszat kapsz. Harmadszor is rosszabb kapsz. Erre mit csinálsz? Negyedszer is bemész vására. Mibe hiszel? Azt gondoltam, hogy tanulnak majd belőle. Te hülye vagy. De valahol rosszat eszik az ember, rossz, hogy ti nem mész oda többet, kész. Ebből nem csinálsz egy ilyen lelki kérdés, hogy harmadszor is megpofosztatod magad makkal, és negyedszer is megpofosztatod magad makkal. Ahogy tökkel és körrel is meg tudnád, ha magyar kártyás annak a homlokodra. Senki ne érti, hogy húzzátok ki az írógéből a papírt, dobjátok ki, és tűzzetek be. Felpofosztattad magad magyar kártyával makkal. Igen. Ugye erre gond, házhoz mentél a pofont. Miért mentek be oda, hogy ötödször? Mert egyrészt ugye élni akartam azzal a lehetőséggel, hogy elmondom a véleményemet, hogy megmondom nekik, hogy ez volt az utolsó utáni alkalom, hogy soha a büdös életbe többet nem fog idejönni. Óriási érvágás ez neki. És magam nem érdekel. Hát a mennyi idő érdekel. Nekem lenne egy olyan cukrászdám, és bejön egy ember, nem jövök ide többet, hát görcsbe rándulni. Köszönjük! Mi nem mertük megmondani. Mi is ezt kívánjuk, hogy örökre szakadjon meg ez a kapcsolat. Már én is szeretjük volna egyébként, miután már annyi kedves levelet írt. Na jó, de várj, mi volt a kocsiban? Tehát volt ilyen, be tudsz menni apácska. Bátor vagy apácska. Meg tudod csinálni apácska. Kicsit legyúrt, ültél ott az anyósülésen, hirtelen körbeszaladt, kint ott az ajtót és belökött, vagy bement vele. Indulj apácska. Amikor ránéztem az arcára, mert ugye csak magam elé mormoltam, illetve magam elé mondtam a mondókámat. Mindezt egy rohadt francia krémesség. Amikor annál azért durván volt a sztori. Tehát, egy hogy lábkrém.
exkluzívabb süteményről volt szó. Jó, de lényeg, hogy már amikor a negyedszerre mondtam, és ránéztem volna az arcára, és láttam rajta egy enyhe kis unalmat, akkor már ötödszörre nem futottam neki ugyanazok a köröknek. De gyakoroltad, hogy mit fogsz mondani? Hogy jó napot kívánok, én nem. vagyok a vásárló. Ezt nem úgy megismerem, hogy én vagyok a vevő. Megállok otthon az előszoba tükör előtt, és de úgyhogy még kicsit piszkotás, és hab... Kikérem! Nem, ez kicsit még kis habtejszínes a szám. Kikérem magamnak, nem, ez kevés. Kikérem magamnak! Na jó, ez férfias, tökös, jó, ezt próbáljuk meg. Volt egy kis toporgás az ajtó előtt, hogy fölrántottad az ajtót, bementél, és neki rohantál az első lánynak, aki ott állt a pultban. Ne, feltépte, ez... Nem, mi egy varoda vagyunk, egyel alé. Mi egy lőrinci varoda vagyunk, két szemmel alé, János, mindig ide jössz reklamálni. Ott van a cukrász. Elnézést, az itt a turkáló, megszokásból jöttél, de nem itt mellettünk. És bement veled? Bement veled, Móni? Bejött velem, igen, bejött velem. Igen, hogy meg tudjon védeni. Ezt kérdezem, volt ilyen hátulról? Vagy nekik, a pacska meg tudod csinálni. Igen, dobjátok ki a részeg urat. Kihez mit oda ilyenkor? És a kisgyereke. És hát szóltam az egyik pincérnek, hogy ha van itt a közelben üzletvezető, menedzser. Kikérted egyből a menedzser? Én nem bozgottam. Tényleg? Fél, nem szórakozok velük. Azért egy romlott... 170 forintról volt szó. Egy romlott ludláb azért. Megértem. 170? Figyeljetek, kikértem, és jött. Aztán kijött, nagyon udvarias volt, nagyon kedves volt, de velem már korábban beszéltem, és egyébként hasonló időt kifolyam. Akkor már tudta, hogy mi vár rá. Rózsafüzért morzsolgatott, tudod, és Úristen, csak menjen már. Szűz Mária képet szorongatott. És elmagyaráztam neki, hogy miért nem fér bele ez az ő üzleti profiljukban, hogy ez hosszú távon miért nem kifizetődő, és hogy egyébként pedig azt gondolom, hogy nem csak rólam van szó, hanem az ő presztízsükről is, illetve azokról az emberekről, akik mondjuk hetente egyszer, vagy mondjuk két hetente egyszer betérnek egy cukrászdába, mert van mit tudom, 2-3-4 gyerek, és akkor szeretnének vinni egy szelet süteményt valamelyiknek. Hagy örüljön az a puja. És aztán komolyan mondom, ez egészen a lélektanát nem értem. Szóval próbálok megfejteni, de nem értem. De most ez már jó. Tök jó, erre gyúrunk évek óta, hogy menj vissza, állj ki magadért, és mondd meg nekik, én. Hogy rossz a ludláb. De, vagy nem tudom, mit tettél, nem tudom, mi volt, mindegy. Nem mondom meg, hogy felismerhető lenni. Egyébként, ha rossz, be lehet mondani, nem akadom, megértem. De hogy nem megy el oda az ember negyedszerre, és ahol háromszor rosszat evett. Neked ez valami perverziót, hogy megint próbára teszlek benneteket. Megnézem, javultatok-e. Mert tehát egy ilyen... mindig ott él a remény. Még mindig mindenkinek adok egy utolsó esélyt, meg egy utolsó utáni esélyt. Visszavitted a sütit, megmutatni neki, hogy visszavitted a sütit is. Visszavittem. Atya Isten, de nyomorult mondtam, vagy. Szegény, a végén egyébként már a sütit sajnáltuk a legjobban. Pont az a fél beszélgetünk Monival, hogy a szerencsétlen kis süti, ott jobbra-balra döntögették, taperolták, fölajánlották, hogy adnak új sütit? Másik sütit? Mondtam, hogy ez engem nem érdekel. Te nem tehát, ezért, te nem alamizsnáért jöttél. Nem a pénzért jöttem, aha, nem egy újabb szelet sütért, csak elmondani azt, hogy szerintem ez így nem zsenánt. És nem cool, mondtak? Nem trendy, nem és menő. Mit mondtak erre? Azt, hogy nem értik ezeket a szavakat, de nem. Hogy nem azt mondták, hogy hát nagyon sajnálják, és hogy hát igyekeznek a dologból olyan értelemben tanulni, hogy majd megnézik, hogy mi lehet ennek az oka, stb. Elnyomták a blablát, de vettek össze, pacsisztak, és azt mondták, végre megszabadultunk tőle. Nézd meg, nézd meg, végre. Igen, aztán hogy ilyen pofozzátok ki a sütét, ezt rakjátok vissza a pultba. Kicsit csak van megkarcolva villával. Én figyelj, én bármit kapnék, ha az kaja lenne, és hazavinném, nem vinném vissza reklamálni. De nem azért, mert konfliktus kerülő vagyok, mert nem vagyok. Ez a baj, nem nagyon vissza. Bele tudok állni helyzetekbe, sőt, ha azt érzem, hogy most tényleg sérül az ember, és jogtanul bántanak valakit a környezetem, vagy engem, akkor igenis, én is pillanatokat robbanok. De hogy egy ilyen félig megrágott songuku pizzával visszamenjek a pizzériába, és reklamáljak, hogy konzerva gomba, egyébként kikérem, mert egyszerűen ez egy embertípus. Ehhez te kell lesz, hogy tényleg azt mondta, hogy nem tudom, kemény volt a piskóta. Az elvről van szó. Érted? Ki fizette, meg akarta enni a jót? Az ennyi. Elvről van szó. És azt is mondtad nekik, hogy már negyedjére vagyok itt? Nem tudták. Micsoda? Hát ezt tudod mondani, amikor olyan, mint amikor megjelent Csücsü, bezsalúzzák a cukrászdát, becsuknak az ablakok, jön. Hogy tegyétek ki, sold out, elkelt, megtelt, zárva, nem vagyunk itt. Nem, húzzátok le, de egyiket olcsátok le. Nem vagyunk itt, nem vagyunk itt, álcázzátok magatokat, bújjatok a pult mögé. De nem, egyszerűen tényleg nem értelek. Igen, ennyi, de többet fogadjuk, nem fogadjuk, hogy ötödször is, de ezért fél évig altatod őket, soha felveszel többet. Egy álbajuszt, és visszamész szúrópróba szerint. Milyen álbajuszt, hogy két bajuszt legyen rajta, jó, akkor ezt az álbajuszt leveszed. Itt van megint a dupla bajuszt.
Te vagy az a bajusz mögött? Hagyd nézzem, tudom, hogy ki van a bajusz meg. Felveszel egy parókát, nem fog, te egyszer nem bírod elviselni, soha. Hogy te valahonnan kitiltasd magad, vagy téged kitiltsanak. Tudom, hogy a következő fél évben megjelensz majd ott, és eszel egy ilyen random somlóit. Fitek, hogy megnézd, hogy jó-e. Ha még mindig 82-ön és a környékünkön egyetlen darab cukrászda lenne, akkor lenyelném a békát, illetve ezt a rollot sütit, és akkor mennék lehet két hét múlva, vagy akármi. És addig otthon mit tudom én, tengődnék a házi. A házi sütiken, de meg te magatoknak kéne sütni egyébként, tényleg. De most már, de én néha egyébként sütök is, csak viszonylag ritkán, meg az a helyzet, hogy annyi jó cukrászda van már egyébként a kerületben és meg a környékünkön is, hogy van miből választani, hála a jó Istennek. Úgyhogy. És álltak mögötted reklamálók, vagy volt ilyen megtapsoljuk, vagy igen, igen, jól megmondtad neki semmi? Tehát nem, magadra hagytak? Haladjál már kisköcsön! Igen, ne reklamáljál már, értetek, mennyi az, aztán főzessével kimokkal. Sorbálunk mi is, nem volt semmi? Nem állt, aki melletted egyetetően is tapsoltat? Félre húzódva. Beszéltük meg dolgokat. Félte, hogy megvernek, mi? Igen, ők zsaba voltak. Parancsoljon, jöjjön velem. Bementünk szembe, megszámoltam pincéreket, egyiket. Jó, ezeknek most sem megyek neki. Na jó, akkor. És Jani közben mit csinált? Gyúrta, Móni gyúrta bálad a hátulról, és mondta, jó vagy apácska, jó vagy, volt ilyen megerősítés? Adj nem, nekik apácska? Nem, a kis kézitáskában markolt a Gáspri. Baj lenne. Fogta a viperát, és mondogat, itt vagyok mögötted, itt vagyok mögötted, ha kell, kinyitom. Itt csak kiesd el magad, hogy most. Baj van, anyácska, baj van. És a Móni mindenki arcon fújt, 5001-es defenollal. Én 5000 volt, oda egy kis borspré. De én vendég vagyok, nem baj. Gyere, Móni, gyere. Jövök, apácska, jövök. Éjjön. Négy házi krém. Nem kellett volna. Ő velünk van, ő vendég, ő is reklamálja. Nem baj, lefújtam. Úristen, biztos, hogy betegek vagytok. Egészen biztos, hogy nem vagytok normálisak. Tehát nálatok ez egy program. Visszamenni reklamálni. Tehát, hogy, de én szeretem, mert közben mindig erre gyúrlak, hogy igenis, ne hagyd, hogy félrelökjenek a benzink úton, ne álljanak belé. A pékségbe, hogy szóljak. Most akkor mit csinálják? Szóljak, hogy nagyon jó volt, szerintem nagyon jó. Figyelj, egyébként valahol tökre igazad van, megértelek. Amennyi energiát teszel bele, és hogy képes vagy ezért egy hideg frontba, 10 fokba, kocsiba ülni, felöltözni, kimenni, kiszállni, a büdös életbe hagynám. És egy ezeres teleutalkáztunk. Tehát a rohadt nagyos lúdlábatok, hogy 3000-ben benne van oda-vissza 6-szor, érted? De hogy te ezt megteszed egyébként egy bruttó 9 fokba szakadó esőbe. Ezért egyébként le a kalappal. Én azt nem tudom, tudod, hogy van-e valami valódi változás. Tehát, hogy de szerintem nincs, mert negyedszer eszel rosszat, tehát negyedszerre rosszat csinálnak, vagyis a négy reklamálásod, tehát leúszhatod a kukába. De mindig jogos volt, tehát nem volt olyan, hogy lukra futottam, hogy bementem, és azt mondta, hogy ez maguknak lúdláb. Nem, az egy trüffeltoltam. Ja, annak jó, köszönöm. Az egy piskolta kocka, és azt nem itt vettem, mert értem árul. Már itt sem vagyok. Utána nézzük be, volt és voltak. Érted, mit mondok? Tehát, hogyha négyszer visszamentél, akkor négyszer rosszat kaptál. Ha négyszer rosszat kaptál, először se változtattak, sem másodszor, se harmadszor. Tehát valódi eredménye nincs, hanem meghallgattak, bólogattak. Jó, persze, megint itt van a kicsi, ízi, agresszív pitbull, a kis... megint reklamál. És inkább elkönyvelnek egy ilyen mindenbe belekött vevőnek, de valódi szellemiségváltás nincsen a dologban, mert negyedszerre eszel rosszat. Tehát nem leszarják, bocsánat, hogy mit mondasz, mert akkor jót csinálnának utána, és nem lenne háromnapos a piskóta. Tehát tulajdonképpen semmit nem ér a dolog, nem? De most már ez nem fog kiderülni számomra soha, mert nem megyek oda soha többet. Ezt most már nagyon komolyan mondom. Ezt mondtad nekik is? Mondtam, hogy ez volt az utolsó alkalom. Mondjuk szerintem örömkönnyek vannak, tehát a levegőbe csaptak valószínű, hogy stopsok, bent így a konyhá, nem jön többet, jó van, kinyírtuk végre. Tehát én nem hiszem, hogy ott állnak és sírnak, hogy miért nem, de... ugyanakkor meg, tehát hogy most egy nagyon picit komolyra fordítva szólt, hogy egy igazi vendéglátós ezekből tanulna. De nem tudod, hogy nem tanul, hát negyedszer eszel rosszat. Értem. Mondjuk a csíveket meg is értem. Mit? A vásárlókönyvét, mert minek? Kimentem volna, aztán... Hát már te leírtad az első három alkalommal. Érted, és kitépték volna azt a lapot. És amikor 3 éve én elmondtam, hogy Jani, ez egy túl hype-olt, rossz, cukrászda, ami nem csinál jót, mindenki oda jár, kicsit snob, kicsit olyan, na menjünk oda, mert ez egy ilyen státuszszimbólum, egyébként meg középszerű. Nagyon közé, akkor engem lehúrogtál, és azt mondtad, hogy én az elitista, aki nem tudom, 4000-ért veszi a Rákóczi túrost, amit kézzel gyúrnak, makkal hámoznak. Na jó, és te a süleményekhez, mint én a frizura divathoz. De 3 éve mondtuk el neked a Wikivel, hogy felejtsd, de nem jó a sütés, nem azért, olyan sütiket teszünk, hanem bementünk, mert túl hype-oltad, leültünk, és nagyon
nagyon középszerű tettük. Bejöttem hétfő, egy hétig nem szóltál hozzám, hogy hogy tudok én ilyet mondani. A kerület kedvenc, nem tudom, cukrászdáról. És három év után mi van? Hadakozol egy piskótával, meg egy pincérrel, miközben Móni mindenkit arcon fúj gázsprével. Háttérben biztosítva. Hogy meg ne támadjanak hátulról közben. Érted? Tehát, hogy így, és a pultosokat széklából ütik. De most komolyan, te eszel való rosszat vissza? Nem, nem mész vissza. Ott elmondod esetleg, ha nagyon benned van, de nem mész oda többet. Perverziód. Ez kicsit perverziód lett. Hát a kerület hőse. Mert szeretném jobbá tenni a világot. Sikerült. Kíváncsiak, meddig fogod megállni egyébként ezt most. Jaj, Istenem. Na jó van. Jari, felvétel van nálunk, revizorokat keresünk. Nem akarsz elmenni? Hát figyeljetek, nem hangzik rosszul, csak nem tudnék inkognitóban maradni. Nehéz. Kell, hogy az legyen? Bemehetsz te úgyis kóstolni, nem? Gólyalábakat. Itt van, itt van. Gólyalábakat. Félsz, mondtam, hogy valamelyik nap találtam egy darazsot egy süteményben. És ráharaptam. Na most menjünk ki, Feri, gyújtsunk rá egy cigarettára. És mi lesz? Leordítottad a tulaj fejét? Ott elhittem azt, hogy ez egy véletlen sztori volt. Mézes süti volt azért. Egyébként ilyen méhlempős. Nem egy kellemes élmény egyébként, csak így hozzáteszem, amikor valami ropar a fogadalat, azt gondolod, hogy... A karamel. Hogy egy kis izé volt benne. Ezzel nem hiszed. Jézus, azt mi tarantulapó konkrétan. Kis mazsola, rárapsz, kiköpöd a tányér szélére, megeszed a maradék sütit, aztán kimész, és ott figyel egy darázs. Hogy van az, hogy ember életeket, tehát emberek életeket élnek le, úgyhogy soha semmire nem harapnak rá a süteménybe. Te beülsz, kis száraz családoddal, egyik, másik vérben forog a szemed, hogy végre 20-as lesz a cukrod újra. Süti volt, egy darázs fészek. Valahogy te ebben tényleg beleszaladsz. Tehát, hogy neked ehhez abszolút érzéken. Na, ez tetszik például. Csináltatok egy ilyen pólót. Jani, a sátán csivavája. Ez jó, ez tetszik. Vivi, Tabi meg írja nekünk, hogy menj el XY cukrászába, amiről kell fél óráig beszélünk, ott nem fogsz csalódni. Erről a cukrászáról beszél. De ezt nem fogjuk beolvasni. Na jól van. Hát figyelj, én egyszer nyitok egy cukrászát, oda nem foglak beengedni. Az biztos. Kirakom a képedet a falra, hogy áruhába jönnél. Állítsanak meg a bejáratnál. Nálunk, tálunk, te semmit. Érve vagy halva, de inkább halva. Ő nem szolgáljuk semmilyen körülmények között. Na, játszunk egyet, jó? Egy jó kis hármas ugrás. Már itt is van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Sali? Sali vagyok, így van. Ez egy becenév? Így van, a vezetéknevemnek a rövidítése. Sali, honnan hívtál minket? Hát Miskolcról jelen pillanatban. Miskolcról? Így van. Hát Miskolcról most nem megyünk, de közel leszünk Miskolchoz. Kazincvarcika. Na hát az nincs túl messze. Az nincs, igen, Kazincvarciká leszünk, úgyhogy akár a miskolciak át is jöhetnek minket meglátogatni majd a május második hetében. Ma milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem, hát ennek mennie kell. Bosszút állsz a hallgatókon az elrontott üffel tortáért? Berágtál vasárnap este, hogy nem volt jó a ludláb? Soha nem bántam a védteleneket. Így szól az első kérdés. Ki volt első Mátyás király édesapja? Mátyás király édesapja. Ez tényleg nem egy nehéz kérdés. Itt vagy? Itt vagyok. Hunyadi János? Így van. Igen, Mátyás Hunyadi volt, ugye ezért kérdés, hogy milyen úr. Az öreg Hunyadi? Tudod, az öreg Hunyadi. Az öreg Hunyadi, így van. Így van. Idősb. Maga csak volt egy picivel, mint az édesanyja. Igen. Bizony. És menjünk tovább? Csúnyában halt meg. Mehetünk tehát. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű olasz színésznővel játszott együtt Matt Damon és Heath Ledger a Grimm című filmben? Grimm. A világ legszebb nője. Mónika Bellucci. Mónika Bellucci. Gondolkodni kell azzal, hogy melyik ez a film, de beugrott úgy. Ha Niki Bellucci-t mondasz, azt nem fogadjuk. Azzal csak szimpatizálunk be maga. Olasz. Más kategória. Menjünk tovább. Mit szól a harmadik kérdés? Hogy nevezik a sertés körme és combja közötti részét? Köröm és comb között része. Csülök. Ferinek folyni kezdett a nyála. Gyönyörű. És vérben forog a szeme, úgy, hogy Jánosnak egy lúdlában a maga elé képzel. Igen, vagy én Rafael Nadal. Ki mire indul? Azt mondja, megvan, jaj, kész is vagyunk, jó, jól van. Várjál, nem? Ez a tűzijáték,
neki! Jöjjön mindenhol van. Ja, nem, igen, ezt az effektet a frekvencia hosszabbításra tartogat. Így szól majd. Ja. Oké, okay, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen, küldjük hát neked. Nagyon boldog vagyok. Ügyes voltál tényleg. Iparkodtam magam is. Ciao. Köszi játékot. Szia, szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem hagyott nyomot benned ez az elrontott trüffeltorta. Nem, tényleg kegyes volt. Tehát nem, normális kérdések. Nem. Mire azért én lecsillapodtál úgy persze, igen, ráfolytottam egy dobozra a felugolyó. És felrúgtál néhány kukát a lőrinci polgármester hivatal előtt. De kellene rá egy kis magyarok krém. Igen, aztán rátszoltam, hogy légy szíves, állíts vissza, mert nagyon nagy verést kapsz. És most kisgyerek rendet csinálsz, jó? Most rendet csinálsz, mert mind a két lábadat térdből szakítom le, és belállítom az orjukaidba. Oké, fiúk, rakom. Csak egy kicsit zabos voltam a cokkinyen, de már megcsinálom. Félért és az egész. 3-4-10 lesz pontosan 10 perc, ha jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, 2 perc múlva mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye egyrészt beszéltünk Kozsóról, és arról, hogy az ő üzletvezetője kipakolt, és hát hogy most valós vagy valótlan, amit mondasz, mi nem tudjuk eldönteni, nem is akarjuk. A bulvár sajtóban megjelent hírekre reagáltunk, és arról beszéltünk. Kozsót próbáltuk megszólaltatni, de azt mondta, hogy most nem ér el, nagyon sok dolga van, és nem szeretne ez ügyben megszólalni. Ugye az ő üzletvezetője kipakolt, hogy mennyi minden. Hát a turpisság talán nem eléggé kifejező, ugye... Az egyet túlmutat ezen. Igen, az ugye egyet túlmutat ezen, de hogy hát ki volt kötve a villany, máshol honnan hozták a vizet, állítólag csótányok lepték el a teázót, tehát szörnyű dolgokat fedett fel, mindez állítólag, hát hangsúlyozzuk, hogy állítólag, mi nem tudjuk, hogy valóban így van, ugye Kozsó tudtával, amikor például jöttek az ellenőrök, akkor át kellett vágni az ellenőröket, és azt mondani, hogy kannába hozza Kozsó a vizet, azért nem forog a mérőóra. Hát most ez valóban így van, vagy nem, azt mi nem tudjuk. Mindenesetre arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mi történik abban az esetben, amikor a főnökük kényszeríti rá őket csalásra, és a főnök kérésére kell ezt vagy azt megtenni, így vagy úgy átvágni a vevőt, a fogyasztót. Hát leginkább azok írtak, akik ugye a kereskedelemben dolgoznak. Érdekes SMS-eket kaptunk, hogy ugye kit hogy próbálnak átvágni. De most tényleg azon hallgatóink írtak nekünk, akik nem azért csinálják, mert nekik ez trendi vagy jó, hanem mert egyszerűen akkor vagy van állásuk, vagy nincs. Előírják, hogy már pedig itt csalni kell. Egészen megdöbentő SMS-eket kaptunk. Erről volt szó, valamint megpróbáltuk magunkat elképzelni egy mesztelen valóság showban, ugyanis ma az egyik kereskedelmi csatorna ugye elindítja azt a randi műsort, ami egy gyönyörű helyen játszódik, és mesztelenül randiznak a fiatalok. Hát tulajdonképpen megérkeztünk, nem? Mindig azt akartad, hogy vegyék le a ruhát, eljött az idő, amikor már olyan tévéműsorok vannak, ahol mindenki mesztelen. Levették, magunkat próbáltuk ebbe a helyzetbe beleképzelni, hogy mi mit csinálnánk. Elmennénk egy ilyen műsorban, mennyi pénzért mennénk, egyáltalán hogy szerepelnénk egy ilyen műsorban, és ott mi történik? Fut a tenger. Így van. Rájöttünk, hogy ezt egyedül János bírná hármunk közül. Ő jól érezni magát egy ilyen műsorban. Így van, elmennék, eljönnénk bőr előtt, bőr után. Igen. Feri mondta végre egy olyan műsorról, nem blőrözik ki a bőrt. Ugye? Erről beszéltünk. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azért igen, az érdekes lenne. Balik, van egy jó hír, és egy rossz. Milyen jó, hogy utazol Mexikóba. És mi a rossz, hogy mesztelenül leszel 3 hétig. Úgy vezeted a műsor. Csabi, hello, jó reggel. Szerintem simán bevállalnád. Én úgy ismerlek. Én az a típusú műsorvezető vagyok, aki ezt simán bevállalja. Olyan sokat, nem tudom, mint mesztelenkedem előtted, vagy karaoke buliba kaptál már erről, kitépem a mikrofont valami. De nem a mesztelenkedésről van szó, hanem valami, ami a megszokottól eltérő. Nekem az vagy te. Megvannak a saját határaid. Igen. És nem akar őket csatálni. És ez a határ a köldöke. Tisztában vagyok a saját testi adottságaimmal. Miért mutatnám hát a hiányosságaimat? Nem szabad mutogatni. Nem, az valószínűleg nem vállalnám. De köszönöm a bizalmat, Csabi, hogy szerinted simán elvállalnám, hogy mesztelenül kell műsor vezetni. Az ennek a karrierem utolsó műsora valószínűleg. De utána azért nehezen állsz be, nem? Valahol a hírnárak mindenhova jössz. Hát, igen. Ugye a tévében láttunk. Ezt te egy közösök találkozókra kéne. Csak deréktől lefelé mutatunk, illetve, ja, bocsánat, fölfelé van. Csak kerekasztal beszélgetéseket vállalnak. Biztos. Hívjuk a hallgatóját. Az bizony, jó reggelt! Hello!
Írtál nekünk SMS szerepelt a Best-of-ban, és nagyon szerettük, ugye egy Kozsó alkalmazott kitálalt, hogy elvileg Kozsónak nem forgott a vízórája, és hát ugye kannában hozta a vizet, hogy te el tudjon főzni a teázójába, mire azt írta nekünk, akkor Kozsó alkalmazottja volt a kannaváró. Így van. Ezzel terettél a naphallgatója. Peti! Jó. Köszönöm szépen, szülinapi ajándéknak nagyon jó. Tényleg, ma van? Nem, tegnap voltam 41. A betyár. Isten éltessen. Akkor boldog szülinapi. Köszönöm szépen. Volt nagy buli, ünnepeltetek? Hát igen, egy kis húsütegetés, kis pálinkázás. Tegnap. Hát meg most, hogy Szentgyörgyön, akkor van a búcsú, úgyhogy ez elég nagy ünnep volt. De valahol szélárnyékban, vagy leégettek le a szemöldök, vagy leégett a fél erdő. Hát ilyen is volt egyébként pár évvel ezelőtt, de erről inkább nem mesélnék. Hát ilyen nagy szélben nem tanácsos azért itt tüzet gyűjteni. Most nem tudom, hol Kaliforniában volt egy hatalmas tűzvész, ahol a tűz okozója mutogatta a tűzoltónak, hogy ugye ő okozta. 15 év börtön, nem tudom mennyit kaphat most. Pedig én, te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy morning show, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. További szép napot. Neked. Szerettük az SMS-edet. Ciao. Okay, hello. Hello. Milyen volt a hétvégét, Csabim? Eléggé mozgalmas volt. Na. Szülővárosomban koncerteztem, Szekszárdon. Volt egy futóverseny, és ott a futóversenyen részt is vettünk a zenekarral egy váltóban. Nem volt nagy táv, egy ilyen 4x1 kilométeres váltóban részt vettünk. Hát viszonylag jól szerepeltünk. Kíváncsiak vagytok az eredményre. Nem. Igen, és este meg koncert. Legalább őszinte. Este meg koncert. Igen. Jó volt, hangulatos volt. De ez jó. Érdekes, mert mennyit futottál? Egy kilométer. 4x1 kilométeres váltót mondott. Ja, bocsánat, igen. És tudod, a figyelőműsor vezető, mit csinált a hétvégén, Csabi? Így van. És úgy volt, hogy 18 perc alatt futottuk le 4-en. 18 perc alatt futottátok le 4-en? Így van. Tehát a 4x1 kilométer? Az 4.30-as átlag, hogyha jól számolom, de majd a Jani mindjárt megerősít. Az nem rossz. Jó, ugye? Igen, jó, 1 kilométer. Hát ebből voltam ilyen 6 percet, többiek meg 2 perc alatt futották. Ők hoztak be rajta. 10 úgy se tudja tartani. Igen, akkor a rohadék 1 kilométer jó, 10 úgy se tudott tartani. Hát mire az ember belelendülne, vége van. Ott volt a szőlős környékén volt? Nem, ez a belvárosban volt, a Garai téren, ahol ti annak idején kiterepülve találkoztatok édesanyámékkal. Most láttam hétvégén a WTCC túrautó világbajnokságát kapcsolgattam, és maraton futottak. És mint a fél perc kellett volna, hogy megdőljön a világcsúcs. Emberünk az utolsó kilométereken is olyan tempót futott, amit ha odaállsz mellé, nem bírod tartani. Úgyhogy te akkor kezdesz el futni, és 42. kilométert futotta le. 2 óra, mit a 3 perc, nem tudom, 50 másodperc jelzott, vagy 30, hogy meglegyen a világcsúcs. Kicsit kisborult, hogy miért nem szóltak neki, mert akkor kicsit belehúzott. És így az utolsó 3, majd mondták a riporterek, hogy most kicsit megindult. De úgy indult meg, hogyha odaállítanak vele az utolsó 1 kilométerre, nem tudod vele tartani a tempót. Tehát elképesztő. Én nem értem őket. Nem értem. Kenyai nyilván, tök más a genetikájuk. De jó, de hát fantasztikus. A magyar maraton is a lányok is 2:35-öket futnak, tehát hogy megdöbbent. Igen. Jó, ez is a mi 18 percünk, amit 4-en lefutottunk, az nagyon jó vagy, Csabi. Viszonylag egy eredménynek számít, mert voltak ott ilyen 3 perces átlaggal teljesítő csapatok is. Valaki pedig ismert rövidebb utat. Jobban volt a szervezőkkel. Az mindig előny, látod, Csabi. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Remek zenék? Ákost hozom nektek, ugye ti mutattátok be ezt az új dalt. Én kedvelem ezt a dalt, képzel. És szerintem is elég jó, és képzeljétek el, hogy ez ilyen teljesen ritka Magyarországon, hogy holnap Ákos így hívja, hogy középlemez, egy úgynevezett EP jön majd ki tőle, és ezzel lesz rajta. Tehát holnap lesz a megjelenés, és akkor most ennek kapcsán most bemutatjuk. Vagy de mi jelenik meg? És most értem, hogy mi jelenik meg, ha már játsszuk ezt a dalt? De nem, tehát ezen a dalon kívül lesz még plusz dal rajta. Értem, azért mondom, hogy középlemez, tehát hogy ez egy kis lemez volt, és ilyen egy úgynevezett EP, ami szintén rajta lesz. Ez az ugyanúgy. Tipikus van olyan dal, hogy többször meghallgatod, egyszer csak úgy elkezdett kedvelni. Tehát, hogy jó, tényleg jó. Szerethető. Azt nem tudom, miért hívják egyébként középlemeznek, vagy EP-nek, és miért nem a V-nek, mert hogy alkotói válság miatt nem lett belőle nagy lemez. Hát, egy jó dicséret, mindig jó tőle. Hogy szeretgessünk meg valakit így a műsor végén, nem? Ma úgyis annyi embert szerettünk, miért? Na, de már nincs is időnk ebből visszajönni. Sajnos. Majd holnap megpróbáljuk. Holnap bocsánatot kérünk. Ákos, a Janit hívd. 06. Úgyis az lesz. Balázs beszólt. Balázs beszólt. Rákosnak. Balázs beszólt Rákosnak. Egy perc a pontosan 10 óra Csabjén a kívánság műsorral 555-55-00 a száma kérhetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ugye, és